Szeretettel üdvözlök mindenkit a Segway befejező epizódjában. Hát képzeljétek el, hogy végre sikerült megtalálnom a Segway-nak az ingyenes addonjait, amik gyakorlatilag ilyen egy gombnyomásra megszerezhető. Nézd meg, tehát ide nyomsz mondjuk erre a kis méhecskés, nem méhecskés, de méhecskék vannak odafent, kis virágos pityulára, megnyomod ezt, hogy free, és azonnal már meg is van szerezve. Tehát, hogy egy csomó-csomó ilyen custom, nem, kosztüm, bocsánat, packet lehet letölteni, meg emote pakokat, meg mindent is. Ez micsoda például? Vannak itt Gran Turismos őrületek, ez itt kapásból valamilyen kínai újév kosztüm. Mi van itt még? Ez Wukong? Igen, szerintem ez Wukong. Igen, a majom király kosztümje. Bizony, bizony. Várjál, van itt újév, ez egy emote pak, ez valami fifás őrület. Ez kicsoda? Jaj, ez Loki. Jézusom, ez a boy. Igen, az ott Károly. Ez itt akkor Freya lesz valószínűleg. Ez a csaja izéből, az Uncharted-ből. Igen. Ez akkor Nathan Drake. Átrim volt az a gyerek, igen. Nathan Drake is itt van. Nagyon sokan vannak. Vannak ilyen alma és egyéb gyümölcsök. Ez mondjuk nem tudom, mi a fene lehet. Ja, ez egy ananász. Oké, én magyarónak néztem. És ez micsoda? TOEM? Van valami játék, ez a TOEM, azt én még sosem tudtam megfejteni, hogy miféle game lehet. Van kutya, cica, ez egy krokodátor? Nem, ez egy T-Rex. Hát hasonlítanak amúgy. Van dinoszaurus, ez már meg van vásárolva. Az, amit nem teszünk a pizzára. Az az, amit kizárólagosan a pizzára, sőt, a pizzát teszed az ananászra. Szevasztok, szeriszék, jó estét kívánok, mi a helyzet, hogy vagytok? Van méhecskés, nézd csak, itt van a Lost in Randomnak a kislány, meg itt van a királynő belőle. Hogy vagytok, hogy ment a Yeti súrvivor? Itt van a... Ez Aloy, igen, de király. Itt van Silence, Isten nyugasztalja a színészt. Itt vannak Fall Guys-os figurák és télapó és egyebek. Van itt egy zombi, ez Abby, ezt azonnal az arcáról felismerem, hogy Abby. Ez akkor Ellie kell, hogy legyen. Ez egy banán, ezt gyerekkorom óta ismerem, hogy ez banán. Ez nem tudom, kicsoda ez a cica. Twinkle Riot? Nem tudom, hogy ez kicsoda. Riot. Ez Ratchet és Clank, és nem tudom, hogy kicsoda. És ezek meg valamilyen reneszánsz kosztümök. Meg barokk. Hát szóval... Ja, gyakorlatilag így egy csomó-csomó cuccot hozzáadhatsz a játékhoz, és ezekkel nyugodtan nyomulhatsz is benne, mert ingyenesek. Nézzük a játék utolsó, befejező epizódját. Jót haladtunk, találtam megint stream legvégén opcionális boss-t, ami ez nem volt már türelmem, legközelebb összecsukjuk. Hajrá neked! Remélem, hogy hozza majd az elvárásokat, és nem fogod magad idegelni rajta. Szia Zsolt, szia Honeybeer! Sziasztok, köszönöm, hogy jöttetek hozzánk. Remélem, hogy szép napotok van, és hogy jól telik a hétvégétek. Cica. Nos, ott tartottunk, hogy felvettük ezt a sárkány kosztümöt, csak az Isten tudja, hogy minek. Majd mindjárt átöltözünk, hogyha bevegyünk Zoom-Zoomhoz, azt hiszem, hogy az utolsó világnál jártunk éppen. Igen, és itt még ebbe bele sem kezdtünk ebbe az egészbe. 147 államgömbön van, és azt hiszem, hogy 13-at kell összeszednünk a közelgő pályákon. Itt vannak most az új hozzáadott cuccaink. Ez a banán amúgy nem is rossz, ez tetszik nekem. Ez itt ezen a Clank, aha igen, ez Rivet. Ez Ratchet. Ez Ellie. Amúgy egészen hasonlít. Szimpatikusabb arca van, mint a sorozatban. No offense. Ez itt Aloy. Ez is tök menő. Csajok, ezeket biztos, hogy imádják. Silence. A méhecske is jó. Ó, ez nagyon kidolgozottnak tűnik. Valamiért olyan más, mint a többi. Tök jó a Lost in Randomból a királynő. Ez meg a kis csaj ugye a kockával a hátán. De para, ahogy ott lógnak a kis lábai, meg egy szeme van. Nagyon király. Múltkor behúztam a Breath Edge című játékot, amikor az űrben kell utolgatni, marha nagy fan. Én is szerettem azt a játékot. Ez is tök jó jelmez. Szerintem az egy jó játék volt. Ez egy cica. Hát az én cicám az királyabb volt, nem? Vagy ez jobb cica, mint a mi cicánk? Á, jó kérdés, hogy melyik a jobb. Ez Freya, ez meg Károly.
Mondjuk a krokodátor. Na jó, menjünk egyet a krokival. Nézzük meg. Igazából ez egy T-rex jelmez, de én krokodátornak hívom. Az első pálya következik. A kisiklott című. Nehéz megállni, hogy ne váltsam vissza a cicára. A cica az mégiscsak király, nem? Várjál. Ez. Jaj, de hát ez sokkal aranyosabb ez a cica, mint amit ki lehetett váltani az addomból. Ennél. Mert ez olyan, mint egy farkas. Na, ez inkább ilyen farkasféle. Szia Dominikus, jó estét, hogy vagy? Mesélj, mi a helyzet? Remélem, hogy jól vagy és hogy jól telik a hétvégéd. Hát, Károly és kis barátai. A Ciceratops sem annyira rossz amúgy. Na jó, maradjunk annál, aminél. Maradjunk? Aj, de bőség zavarában vagyok, nem tudok egyszerűen választani. Tényleg farkasféle volt, ugye? Én is úgy láttam. Következik a kisiklott című térkép, vagy pálya. Szia Borsika, hogy vagy, mi a helyzet? Hű, ez valami cirkuszi őrület? Láttam, hogy itt lesz egy ilyen... Üdvözlöm a türelmetlen utasokat, akik a rémállomállomáson várakoznak. Borzasztó, rémisztő és félelmetes új vászonvilág fekszik előttünk, haha. Hahaha, mondja, hahaha, hát igen, nagyon jó lesz. Alig várom már, hogy mindenféle félelmetes és brutális dologba vegyek részt. Ugorjunk csak be ide. A morajló masina? Neki szálljon fel. Ajajajajaj. Ezeket a kis izéket el kell, hogy intézzük, mindegyiket. És figyeljünk, hogy nehogy ott maradjon egy álomgömb. Néhányat még azért össze kell, hogy szedjünk itt a... Ó, várj! Az eltalált engem. És akkor ezt hogy ütöd meg, vagy... Oké, hogy átjövök ide, de itt utána mit fogok csinálni? Ezt is nem tudom, hogy mit fogok csinálni. Na mindegy, hát megyünk, aztán majd lesz valahogy. Nagyon le vagyok maradva a hajóhoz képest, de... Az baj. Gondoltam, hogy ez lesz a vége ennek. Este találkozom pár baráttal, ilyesmi, de jól hangzik. És mit fogtok csinálni? Aztán nem ám izé narkózni meg ilyen dolgok. Jaj, várj, ezt gyerekek is nézik, elnézést, bocsánat a kedves anyukáktól. Higgyék el, egyébként rendes gyerek vagyok, én csak néha eljár a szám. Na várjál. Itt két oldalról tüzelnek ránk, és... Aha, itt lehetett egy ilyet csinálni. Szia Katusz! Szia Ogre! Hogy vagytok, Mizu? Ott a következő államgömb, nézd csak! Jaj, ne, nem vette fel! No! Ne, várjál! Ne, várjál! Most kérlek szépen, várjál! nem jól hely... Ó, oh, rossz helyre rakott, visszanézd meg! Aktiválta a checkpointot. Miért kellett aktiválni a checkpointot? 3x5-ös, 4x5-ös, 5x5-ös. És ez hányadik? A negyedik, hát egyet ott hagytam. Mennyire adta volna magát, hogy ezt felvegyem? Vagy ez innen jött? Várjál. Egy-két sör semmi több. Jó, van azért. Remélem, hogy egy kicsit sikerül a gőzből kiengedni. De az előbb nem itt voltunk pont? Vagy ez most meg... Nem, ez valami más lesz. Menj csak oda hátra. Az lesz az, oké. Okay. Egy oda, egy vissza. Valami eltalált. Azokat el lehet intézni? Nem, mi ölt meg? Jaj! Zseniálisan királypálya, igen, én is így látom, de... Azt, hogy mi az, amit meg tudott ütni? És még ráadásul életet sem kaptam vissza. Nem itt kellett volna fent? Nem, az előbb ez egy másik hely volt. Na jó, mindegy, próbálkozunk, aztán majd lesz valami. Ez mi? Ez csak egy mentési pont? Ott van valami jelmezbigyula. A dupla pontot nem szedtem össze. Nem baj, egyetlen egy dolog számít.
az pedig nem más, hogy gyűjtjük össze a lehető legtöbb ilyen adott van az élet és nem tudja felvenni, ez szörnyű, hogy gyűjtjük össze a lehető legtöbb gömbbigyulát, államgömböket, és többi az nem is számít. Ezek magasan vannak, csak nem is látod, hogy mennyire. 4, és most halunk meg, ugye? Jó, de ki fog dobni oda fentre? Várja, ott van a... Ne gyorsulj! Hallod, még fel is gyorsul. De miért tette ezt velem? Olyan szépen mentünk. Olyan szépen mentünk, aztán mi végre. A bombák közül, vagyis az ágyuk közül egyet elkapunk. És így kapjuk most vissza az életeket, na de hát ez nem egy nagy boldog esemény. Ez egy nagy balhé. Ami itt zajlik. Ez most nem jó így. De legalábbis a jó, ez nem ilyen. Szevasz Jamal, hogy vagy, mesélj, mi a helyzet? Hogy vagytok kedves feleségeddel? Aki lehet, hogy még csak jegyes. Vége a dalnak, Sackboy. Fogadok, hogy nagyon elégedett vagy magaddal. Idáig eljutottál. Igazából még csak most kezdünk el bemelegíteni. Biztos ez? Ott hagytam 2 tök könnyen megszerezhető államgömböt. Úgy sajnálom. Biztos, hogy azért, mert a krokodátor jelmezt hoztam magammal. Messze van az arany is ráadásul. Nem baj, a lényeg az, hogy idáig legalább sikeresen. Mi ez a gitározás, kérem? Mit csinált a hasával? Reméljük, hogy csak gitározást imitál. De amúgy tényleg jó pálya volt, csak hát ugye hiányzik. Nagyon közel voltunk mindegyiknek az összeszedéséhez. Itt lehetett volna könnyen megszerezni a könnyen elérhető ilyen államgömböket, és aztán hát látjátok, hogy mi lett az eredmény. Balra lesznek a kihívások, szemben 4 pályát kell majd teljesíteni. Itt jobbra lenne egy kooperációs map. Szerisz, figyelj, én még mindig mondom neked, hogyha szeretnéd platinázni a játékot, akkor szívesen segítek ezekben a közös mapokban, hogy megcsináljuk őket együtt valamikor egy hétvégén. Nem tudom, hallja egyáltalán. Elveszik ezt a cicajelmezt, ami igazából nem is annyira szép cicajelmez, csak tisztán. Ez egy ilyen óvaintés Dominikusnak a mai estére nézve. Ott fent van egy álomgömb. Na, arra majd rá kell menni. Már látom is, hogy alul be kell, hogy törjük a falat. Meg vagyok fáradva, chill, és Roxford megy éppen meg a stream. Párommal jól vagyunk, ősz közepétől lesz a feleségem. Jaj, de szép ez. És akkor meghívtak engem is a izére, a lakodalomra? Nagyon szeretem a meghívókat, de úgysem megyek el. Itt felkapaszkodunk, az ott egy kulcs. És több kulcs is van. Egy kulcs. De várjál már, hát itt emelkedik meg minden. Ez egy para hely, barátocskám. Meghalt! Meghalt! Cicát még bevihetünk, ha úgy van. Hát a saját esküvőre bármit be lehet vinni, nem? Csak szúró-vágó eszköz nem érdemes annyira. Itt hogy mész át? De ki kell lőnöm valamit? Hát én nem vagyok benne biztos. De mindegy, megpróbálkozunk ezzel. Hallod, nem tudod a beállni, ez szörnyű. Jaj, ne, és nem is érjél a kulcsot sem. Ó, ne, és meg fog halni. Na jó, ez egy nagyon szemét pálya ám. Lassan az uborka szezon backlogot szoktam takarítani, ez is félkész. Ja, simán, megérdemelni a játék. A végigjátszás szerintem. Nem ér el odáig, hát hogy lehetne ezt jobban megcsinálni? Várjál, lehet, hogy van nekem egy jetpackem. Jetpacket vettem fel. Most jut eszembe. Ó, a fenébe. Bocsánat, rájöttem. Hogy kell előről kezdeni a pályát. Bocsánat, elnézést. Hát most vettem észre, hogy nem egy lézerágyú van a kezemben, hanem egy jetpack, és ahhoz jár a lézerágyú amúgy. Na csak úgy nézett ki, mintha valami más eszköz lenne. Igazság szerint ez nem is egy jetpack, hanem a kezedre erősített ilyen, tudod, ilyen egyensúly. Hoppá! Hát olyan eszköz, amit így lefelé irányítva tolóerőt fejt ki a kezed. Na de most már legalább tisztában leszek itt a kihívásokkal. Így már könnyebben el fogunk tudni odáig érni. Sokkal könnyebben. Persze.
És azt akarja, hogy... Wow. Ha lett volna egy minimális eszem, akkor ezt dupla pontból csináltam volna meg. Mindegy, most már így van. Megvan a kettes számú kulcsunk. És most akkor menjünk balra, nézzük meg, hogy ott mit találunk. Dupla pontok vannak, meg mindenek is. Ez nem is annyira nehéz így, hogy van egy extra eszközünk. Ez akkor lett volna ultra nehéz, hogyha nincsen ilyen jetpack operation. Ez lemegy oda a mélybe? Az nem volt oly. Oké, ez viszont veszélyes az a lény. Nem volt rossz a kitaláció, aztán elmúlt. Ez szerintem jobb lenne, ha lelőném, nem? De hogy nem? Szóval ti mit csináltatok a mai napon? Hogy tehát mindenkinek a... Belefolytottam magam a trutyiba. Nagyon balra, mint hogyha lett volna még egy terület. Mindjárt megnézzük. Meséljetek, hogy hogy telt a szombati őrület. Van-e nálatok pihenési, nyugizási, milyen játékokkal játszottatok, hogyha játszottatok valamivel? Nem fog tudni felmenni? Nagy a baj. Valahonnan máshogy, lehet, hogy innen, aha, középről kell, amikor fent van. És nem tudom, hogy a vízszint, aha, mind a kettő, jobbra is van, amúgy itt egy rész. És hogyha kicsinálod mindet ezek közül, igazából ezek nem élő lények, ezek csak ilyen furcsa kis robot Decepticonok. Ezekkel küzdött az Optimus Prime abban a furcsa izé filmben, tudod, ilyen Amerika. Ó, köszönöm szépen, egy államgömbnek lettünk a tulajdonosai. És azt mondod, hogy balra? Ez baj. Igen, ez feljött. Aha, látom már, hogy mit mondasz. Igen, ott át lehet szállni. Csak nem tudom, hogy így. Aha, így is eléri. Á, úgy örülök, hogy újra látlak, felfedező társam. Miután Vex beindítottam masinát, a legrosszabbtól tartottam. Vászon világ középpontja általában vidám, örömmel teli hely, összetörik a szívem, amikor így látom. Remélem, hogy legalább a képzelet fája rendben van. Ha Vex csinálna vele valamit, az valóban katasztrofálisos lenne. De muszáj pozitívan hozzáállnunk, szerintem ez az almaszerű gyümölcs magáról a fáról van. Vedd el, köszi. Megvan a második, köszi, hogy szóltál. És akkor innen csak szálljunk át. Nem, várjál, kulcs. Vagy jól csinálom? Aha, igen, igen, ott van fent a következő kulcs. De oda hogy mész fel? Úgyhogy ezeket szétlövöd. Így, az extra élet megvan, a kulcsok megvannak, ezeket szét lehet tördelni, hogy még több ponthoz jussunk hozzá, és így mehetünk tovább az ajtón keresztül. Szia, Haga, jó estét! Halálra untam magam, és benéztem ide. A legjobb helyre jöttél, hogy az unalmadat csillapítsd egy kissé. Nagyon örülök, hogy itt vagy velünk. Ezek szerint ennyire eseménytelen napod volt. Ez mind a három. Nagyon jó. És csak, itt vannak gömbigyulák, meg három gömbigyulák. De ez mi, ez valami skin? Meg egy ajándék? Kettő, három, egy, kettő, három, egy, med. Ez micsoda? Ja, hogy enemy is lehet benne? De abból 140 pont jön ki. Aha, értem. Ajándék. Új jelmezrész. Nem baj, a pontok azok jól jönnek nekünk, azt gondolom. Eszetre szállító a ruhákat. Jaj, nekem is mosnom kell majd. Jó, hogy elvileg dolgozol és éppen közben, munka közben untat halálra magad. De miért ennyire rossz a meló? Ma bátor voltam. Várjál. El kellett, hogy menjek nagyanyámhoz az ebédért. Ő főzött ma nekünk. Nem voltam erre felkészülve, a pohár sört már megittem, amikor szóltak, hogy nekem kell, hogy menjek. Nem éreztem meg, csak...
Artam, hogy zsárbók, ha megfognak, az nem lesz jó. Hát igen, ilyenkor problematikus, hogyha jön a rendőrember. Már ember. Paterátudat hozok, kis házi étket lepihentem, most meg megy a stream. Chill, szóval sok hasznos nem történt eddig. De mi jót hozott neked a... Miféle házi koszkitanációk pörögnek nálatok? És ide kellene feljönnöm így? Nem, itt nem engednek át. Ezt be fogom itt lőni. Ez lesz a jó, így van. Megvan a harmadik is. És itt nem engednek ki. Ki kell számolnunk, hogy mikor indulunk lefelem most. Ilyen ötlet volt. Hát jó van, hát belefejeltem a tócsába, mit lehetett tenni. Egy kis életet valahogy vissza kellene szedni, azt még nem tudom, hogy ilyenkor hogyan regenerál Sackboy. Tehát milyen kitaláció van arra, hogy visszaszerezze az életpontját, hogyha... Az így megvan? Igen, az így megvan. Hogyha egyszer sebződik ugye, például most, akkor meghal. Hát ez 300 pontomba került sajna. Előbb eladtam egy kenyeret, de alig van forgalom. Hogy lehet az, szombaton az emberek nem akarnak enni? Mi van velük? Mindenki diétázik, meg ilyenek. Brutális dilettázások mennek. Te ott fel fog engedni? Jó, igen, megvan. Mustáros hús, krumpli gombóc, sajtos sült, egy csirke mellett, egy vissaláta, narancsos fantaszelet. Azért nálatok kitesznek magukért, hogyha a konyháról van szó, meg a művészetről. De nem mondom. Az igen, egészségedre. Minket meg se kínált. Látjátok, hogy milyen emberek járnak ide hozzánk? Itt volt egy checkpoint. Eddig jó. De ez összefaszírod? Jaj, azt hittem, hogy benyom minket oda. Ó, azt nem szabad oda. Én jártam így, két pohár sör után vezettem, elkaptak. Másfél év, hat hónapra felfüggesztve ezt kaptam, zéró tolerancia. Azt a büdös mindenit. Nem érdemes kockáztatni. Ne kockáztassatok, srácok, ez a tanulság, hogy ebből csak a gond meg a baj. Iszonyatos. És akkor most ez azt jelenti, hogy... Ez most azt jelenti, hogy ha bármit csinálsz, akkor mehetsz a dutyiba? Iszonyatos kemény dolog, ha belegondolsz. Nem kegyelmeznek. Ezek a zsernyákok. Ó, oh, leesett. Wow. És mit csináljunk? Ne, megölnek! Ne már! Ez nagyon sok pontomba kerül, hogy ezek ott butáskodnak. Zero tolerancia van gyors hajtásra. 0% ráhagyás. Ez hülye ötlet volt, ugye? Nem baj, egy életet visszakaptam legalább. Ez is valami. De be lehet menni? És bárki, aki lent van, az elintéződik, ugye? Majdnem. Ez fájt. Ez nagyon fájt. Jézusom, nagyon sok életet elveszítek. Nagyon sok pontot veszítek el pontosabban emiatt. 6 éve volt, szóval már nem. Annól 6 hónap alatt igen, az volt, hogy bármit csinálok, le kell, hogy üljem. Iszonyat kemény dolog ez, nem? Két pohár sörért másfél évet ülni a dutyiban. Aztán meg, hogyha valaki pedofil, akkor mit kap? 270 ezer forint büntetést, meg ilyeneket. 200 pont és a dupla szorzó, és megvan a következő is az államgömbhöz. Ha ittatok, ne üljetek autóba. Ja, hát legalábbis ne a volán mögé. Mert amúgy be lehet ülni ám az autóba, azzal nincsen baj. Ezzel megvan a 4, és még kelleni fog néhány. Hoppap, vissza az egész. Pontokat össze kell, hogy szedjem, mert nagyon-nagyon sokat elveszítettem. Szerintem ez elképzelhető, hogy ilyen 9000-es pálya, tudod? És akkor mennyi lett nekem eddig összesen? Hát, 5000. Jobbra nem látok semmit. Remélem, hogy nem hagytunk el bónusz részt. Menjünk már is tovább, és... Keressük meg a végső gömbi bigyulát. Na, itt most érdekes lesz, mert jobbra-balra hajlunk a tér. Ez a kis fura lény az... Nem kapja, oké. Okay. Ott a kétszeres szorzó legyen az első. Legyen az az első, igen. Egyszer. Kétszer. Ez meg lesz így? Barátom. Iszonyat agresszor.
Iszonyat durvító. Itt kellene most megcsinálni ezt a részt. Jó. Amennyit lehetett szerintem pontot, annyit ki is szedtünk, nincs ahonnan most haltam meg viszont. Most volt nagy butaság, amit csináltam. Nem figyeltem arra, hogy merről jön éppen a víz. Vagy nem tudom, minek nevezzem ezt, ilyen zöldes trutymák. Lehet, hogyha középen maradsz, akkor nem... Aha, itt ez a középvonal. Ez egészen jól működik. Ha nem iszol olyan sokat és még nem bűncselekmény, akkor bírság van. A büntetőpont nem börtön, azért ne igyatok, ha vezettetek. Jaj, tényleg, bocs Borsika, te pont ott dolgozol a zsernyákoknál. Még szerencsé, hogy te nem vagy az. Jaj, nem jókor ütöttem meg. Nem, már nem jókor ütöttem meg. Így most nem lett meg a jelmez vigyula. És innen el se találom. Ott van kettő láda lent. Sőt, valami más is van oda lent. Ez nagy butaság volt. És ide hogy mész fel? Hogy mész ide fel? Hát én ezt nem vágom. Hogy lehet oda menni? Lehet, hogy erről a bal oldalról? Tehát innen, amikor így ráhajlik, akkor kellene elugrani és... de cseles. Nice, megvan az ötödik. Erről a pályáról szerencsésen mindent is megszereztünk. Még lehetne itt egy kis pontot farmolni mondjuk, nem mondom. Lövöldözünk, aztán majd lesz valami. Legalább egy 6000 pontot ki kéne magunknak innen szerválni, ugye? Meg is van a 6K. Szevasz, Joker, mi a helyzet? Hogy vagy? Jaj, várj, azt ne lőjük ki, mert az még lehet, hogy kelleni fog. Az micsoda, ami ott van bent? Jelmezrész? Új festék, áááá! Ha szeretnéd az ujjaidat összefestékezni, akkor itt most megkapod rá lehetőséget. Az mi lehet vajon? Egy csengellők vannak ott bent. Ezek kellenek, úgyhogy ezeket nem hagyjuk itt. Ez veszélyes helynek tűnik. Határozottan. Wow. Ne, szétesnek. Ezek a pontok most elkerültek valami másik dimenzióba sajna. Az keményen levitt minket. Jó, ez nagyon veszélyes rész. Egy pillanat alatt ott találod magad a darálóban, és semmi nem lesz, ami kimenthetne téged. Egy nagy ugrással. A következő. Most nem jól csináltam, renyeszem volt, de... Így ez jó lehet még 6059-re. Hát, az a baj, hogy kellene biztos, hogy rengeteg pont még ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el. Minden esetre megvan az 5 darab álomgömb, ami nekünk a lényegesebbik rész, úgyhogy ennek örüljünk. 5000 volt a silver. Aha, és vagy 10000 biztos, hogy lett volna az arany szint itt. De hullámzom. Amúgy aranyos ez a cica is. Nem túl boldogan, de azért bepózoltunk oda. Hát furcsa egy sztori ez, hogy mit hogyan büntetnek nálunk az országban. Ez biztos, hogy felül lehetne bírálni, meg már tutira ráférne egy kicsit a... így a kiszabott büntetésre. Azok mértékére egy kis újrakitaláció, én legalábbis úgy érzem. Ez egy nagyon ronda majom. Azt hiszem, hogy egy majomnak kellett volna lennie. Kinyitottunk két irányba is térképeket. Vagyis, hogy pályákat. Fix trafik továbbra is csak akkor messzelnek le, mint eddig. Azok nem változtak. A rendőr helyszíni mobil méréssel messzelt le, hogyha már akár 1 km/h is meghaladra megengedettet. Nem automatikus bírság, akkor sem sebesség meghaladás mértékétől függ figyelmeztetés, stb. Aha. Én nem tudom. Én nem szoktam érteni az embereket általában annyira... kötött lova kihívásokat most ne. Annyira furcsák, amikor volán mögé ülök, és azért napi szinten vezetek egy keveset, nem sokat. Furcsa nekem, hogy mennyire eszetlenül mennek. Tehát, hogyha megyek egy 40-es táblánál 40-nel, akkor miért kell megelőznie 70-nel? Tehát milyen hülyeségeket képesek művelni néha.
Vissza kell szedni a gázspré árát. Szerencsétlen diákok, ez a sok baromit művel. Tehát most két pohár sör, az biztos, hogy vannak, akikre rossz hatással van. Hogy ezeket be kell oda ütögetni? Értem már. Tök ügyes vagyok benne amúgy. Esküszöm. Oda nézd, mi meló ez. És ezeket nem is lehetne betenni? 8 másodpercen van még? Siess, persze tudom, de hát nézd már meg, hogy mik vannak itt. Szóval itt az, hogyha négyen csináltuk volna, akkor egy csomó-csomó pontot lehetett volna kiszedni, én csak 60-at tudtam. De nem baj, mert amúgy sem használjuk semmire ezeket a csengelőket. 50-nel megyek, de lehet, hogy 51 is megkapom a bírságot. Aha. Kocsiban nehéz megítélni egy kilométer per óra eltérést. Mindenkinek a kocsijában szerintem nehéz megítélni egy kilométer per óra eltérést. Elég, hogyha egy picit pár százalékot lejt a kocsi, vagy mi az a pálya, ami mész, és már is kicsit gyorsulsz. Mert a média most mond ezzel az új sebesség dologgal, eléggé nagy ferdítések vannak benne, annyira nem követem olyanokat, olvasok, hogy el sem tudom képzelni, honnan szedik az emberek. Érdekes. Nézzük a Ciceratops jelmezt. Közlekedés kultúra hiányzik itthon, tisztelt a kivételnek megfelelő sebesség követési távolság megtartása, körülményeknek megfelelően. Nem, az a baj, hogy nem csak a közlekedés kultúra hiányzik itthonról, hanem nagyon sok mindenben is hiányzik az emberekből a kultúra, tudod? Tehát, hogy az egymás iránti tisztelet, hogy mások is vannak a világon, nem csak mi vagyunk. Értem én persze, hogy általánosan, tehát így morálisan van egy hatalmas nagy zsákutcában az ország, és... De hogy ne, be kell lépni, aha. Tehát, hogy ott van inkább a probléma. Ez emberek önzők, irigyek, nem figyelnek egymásra, és ez a körülmények miatt van, hogyha aggódnod kell a mindennapjaid miatt, akkor zavar téged, hogyha másnak esetleg jobban megy, mint neked. Ez iszonyatosan egy rohadék dolog, és ez fentről érkezik, nem az embereknek a hibája igazából, hanem az irányítóké. A döntéshozóké. És azoké, akik kormányoznak. Na, itt egy érdekes rész következik. Ezeket itt mindjárt megcsináljuk. És bemegyünk oda. Furcsa, hogy eddig nem volt államgömb, nem? Hú, ez ott a titkos kert, ott balra. Ez érdekes. Most minél többet össze kell ebből is szedni. Mert valamelyikben lesz valami ajándék cucc? Vagy hogyha egy adott szint kivégzel, akkor valamit kapsz érte? Nem, úgy látom, hogy ez... Nem ilyen alapon megy. Ciceratops hogy bukferenciázik, nem? Ez aranyos. Menjünk itt keresztbe, és nézzük meg, hogy... Hányta jobbra lesz valami. Szemben mi ez a figura? Tiszta para arca van, nem? Várjál, ott balra az mi? Semmi. Úgy nézett ki, mintha lehetne ott arra menni. Siessünk. Most tüzelni fognak rám? Au! 400 pontot szedtünk innen. Aggaszt, hogy nem találjuk az álomgömböket. Ez hova lehetnek eldugva? Itt nem lehet ugrani, persze, mert a falakon mászunk, most jut eszembe. Tehát vagy átmész, vagy tök mindegy. Be lehet menni, de lehet menni jobbra is. Menjünk először jobbra. Nézzük meg itt mi van. Á, egy jelmezrész. Oké. Elfogadom. Balra láttam a gömböt, ez hátrafelé menetben van, itt. Ha ide jössz, akkor kicsit nehezebb lehet visszajönni néhol, de ezt mi ügyesen kibekkeltük. Jó, hát az elsőt azt nem találtuk meg, azt nem tudom, hogy hol lehet.
Problematikus. Nem fogom tudni felvenni mi. Ja, nem fogom tudni elérni őket, pedig még a duplázó is rajta volt. Csak megálltam jelmezrészeket gyűjtögetni. Szemben van egy csomó pont még. Sőt, arra be is kell, hogy menjünk, de várjál, mert ide balra is le lehet jönni. És be is jövünk ide. Itt lesz valami dolog, szerintem valami bónusz bigyuna. Ó, de király! Megvan a harmadik is. Jó, eddig nem megyünk rosszat, azt gondolom, hogy királyba nyomjuk. Tehát kell, hogy menjek? Igen. Jaj, ott van egy jelmez. Nem tudsz ugrani. Kicsit megütött valami, de itt vagyunk a pálya végén már is. Hát akkor csak az első lett elrontva, attól tartok, hogy az elsőnek nem lett ugye megtalálva az első gömb, és emiatt hát nem maxolhatjuk ki a pályát. Ráadásul egy csomó-csomó ilyen pont is elmaradt valahol út közben. Mert itt úgy kellett volna végigmenni, ugye? Amúgy tetszik ez a jelmez, ez király. Pályán is vigyázni kell, fix trafi hiába marad a régi elven, 140-es tempódra még nem kattan, út közben egy rendőr mobileszközzel bemérek, hogy a bűnti, érdekes. Egyet értek a sebesség korlátozással, ahol lakom itt 30-as övezet van, tegnap előtt volt a sarkon hatalmas karamba, egy autós nem adta meg a jobb kezet, jobbról érkező legalább 80-nal szágudott, kitört a villanypózé és meg minden. Ennyi esze van a barmoknak, tényleg szörnyűnek gondolom, hogy hova az Istenbe sietnek az emberek ennyire. Mert hogyha melletted az anyós ülésen éppen a párod szülni készül, és már folyik a magzat, víz meg minden, akkor megértem, hogy nyomod neki egy kicsit jobban, mert érted, mert érzed, hogy szituáció van, és a gyereked meg az a párod érdekében azért sietsz, hogy ne a kocsiban legyen bármi is, ami megindul, mert azonnal dolgozni kell ott az orvosoknak. De mondjuk más esetben, mit tudom én, valakinek segíteni sietsz, mert valaki bajban van, én ezt is megértem, de egyébként szerintem nem. Tehát az, hogy 10 másodperccel korábban érd el a kaput otthon, szerintem nem éri meg másokat meg előzgetni. Nem, lehet, hogy csak én vagyok türelmes ember, én nem tudom, soha az életben nem száguldoztam. Ugrás a jövőbe, ez lesz a következő térkép. Városban 45-50 nem megyek. Ha látom, hogy előttem lévő, mögöttem lévő is nyomja, akkor sem megyek gyorsabban, max megelőznek. Városon kívül azért nincs semmi forgalom, nyugodtan lehet 100-110-en menni. Egyáltalán veszélyes körülmények is lehetővé teszik, mert ott úgy van kialakítva az úthálózat városon kívül, hogy hogyha mész 110-el, akkor sem fogsz beleborulni jobbra-balra a kanyarokba, tudod. Szia Elmira, hogy vagy, mi a helyzet? Srác, aki szágúdott, KFC futár pofoszta föl, mert elájult az ütközéstől. Szerencséje, hogy csak elájult, tudod? Iszonyatosan szörnyű, hogyha valaki ilyen ennyire felelőtlen. És az, hogy nem gondol arra, hogy nem csak ő van a pályán, hanem mások is vannak. Azt szerintem ez a legszörnyűbb az egészben, hogy nem vagyunk tekintettel arra, hogy másik oldalon nem tudod, hogy ki jön veled szembe az úttesten. Tökre elképzelhető, hogy valaki olyan, akinek lassabbak a képességei, nem tudja olyan gyorsan lereagálni, hogyha mit tudom én, ki kell térni, vagy lassítania kell, és nem lassít, nem tér ki, akkor egyből ott van a probléma, ugye? Hogyan tudnánk ide felmászni? Ezt nem értem. Jaj, de értem. Talán innen kellene? Várja. Nem jó. Megakad a szélében. Hát ez furi, hogy hogyan lehetne fölfelé tüzelni. Pedig arra gondolnék, hogy innen kellene. Lehet, hogy azt akarja a játék, hogy itt ugorj fel és... De nem, minden messziről sem tud eldobni. Hát ti látjátok, hogy mi van itt? Ez nagyon rossz, hogy nem tudok rájönni. Lehet, hogy amikor bejöttem a pályára, akkor kellett volna valamit csinálni. Itt voltak ilyen ugrancsok, vagy nem tudom. Fú, de idegesítő, várj, bocsássatok meg, én ezt még egyszer meg akarom nézni. De szörnyű, hogy előttem van a reward és nem tudom felvenni.
nem kicsit kell óvatosnak lenni, van körülötted egy másfél tonna, mész 50-nel, azzal is igen nagy kárt lehet okozni, igazán nem éri meg kockáztatni a... Tehát beértünk itt? Ott már jobb napomra, mert mindenkinek csodás napja van. Na, csak nem. Egyébként egy speckó helyzet van, várjál. Rohannod kell, szólj a zsaruknak, nem legenda, segítenek, az sem legenda, hogy esetenként felvezetést is kaphatsz. Ebben biztos vagyok, hogy így van. Tuti vagyok benne, hogy segítenek. És... annak a... tehát azokra rá kell, hogy ugorjak. Frankon? Ne öld meg őket, csak az egyiket gondoltam, de... gyere! Ó, rossz volt az irány! Ne már! De ezt iszonyatosan nehéz így megcsinálni, nem? Várjál, hát akkor áldozzunk egy életet erre. Most már rá fogok jönni, hogy mit tehetnék. Beállsz ide? Most nincsen jetpackkel, miért valaki azt kérdezni, hogy... Meghalunk megint. Csak is a jobb oldali háromról lehetne szerintem megcsinálni. Sehogy máshogy. Ó, de király vagy. Oké, hát azt aztán megcsináltad. Csak a izét nem vettem fel, a lényegi részét, ugye? Ez annyira én vagyok amúgy. De minden tizét kipukkasz, mindent megcsinál, a lényeg ott marad. Ez szar volt. Még egyszer, bocsánat, azt hiszem, hogy most már nagyjából látom, hogy hogy lehetne ezt kiszedni, ez szörnyű. Nem is értem, most mi ez a mizéria, ami olyan kerületben dolgozom, nincs igazán gyorshajtás, annyira nem ástam bele ebbe magam, most nem arról van szó, hogy most már nem fognak számolni mérőmberendezési kibatárával. X trafik amúgy is ilyen 15-20 km per óra sebesség túlépés után mértek eddig is, nem változik, ha meg a rendőr mér, eddig is megbüntetett, aha. Nem tudom, mi változik, Borsika. Elmondó, köszönöm a 27. hónapot neked. Hogy vagy, Zuzu? Szép estét délutánt, mindent is neked. Nagyon szépen köszönöm a támogatást. És Farosz hajtójának is köszönöm szépen a 4. hónapot. Nagyon hálás vagyok nektek. Köszönöm szépen. Köszönöm. Hogy vagyok? Hát pihengetek ma, azért hosszú volt a hét. Sok volt a munka benne. Nem volt 40 óra meló, hogyha a kintit nézzük, de hát azért az esték erre rátesznek még, hogy itt is csinálom nektek a műsort, szóval el lehetett fáradni bőséggel, nem volt ott a fáradtsággal gondom. Beketeredtek. Hát mi történik? Hát jön a csúcsúcsú, oddan nézzenek a hónap első csúcsúsúja május 6-án. Nagyon köszönöm nektek. Köszönöm szépen. Korlátozott idő. Jézusom, már itt milyen dumákat kinyom a csúcsú. Nagyon köszönöm. Köszönöm. Beketereteknek is a 2 egész évet ráadásul. Hát 2 egész éve emberek nem is járnak ide hozzánk, kivéve akik már igen. De nagyon köszönöm. Hogyan ugrasz fel ezekre? Nem így? Ugalom. Le kell őket idehozni és innen? Ó, barátom, de jó lett volna, hogyha úgy lett volna. Nem dob el odáig, nem tudod megcsinálni. Gyere ide le. Gyere le, kérlek. Ez az. És most gyere. És most. Nem veszi fel. De miért nem veszi fel? Júj. Jó a stream, jó a társaság. Mi ez a 4 euró? Nagyon köszönöm neked, nagyon. Tényleg. Bárcsak mindenki így gondolná, de hát ez nem. Köszönöm szépen. Figyelj, mert nem is tudja összeszedni szerintem onnan. Most jövök rá, nem tudja összeszedni. Szerintem a bumerang nem fogja azt onnan felvenni nekünk. Szerintem le kellett volna ide őket valahogy csábítani, ugye? Hát így lehúzzuk őket és akkor onnan. Nagyon köszönöm. Tényleg nagyon köszi. És a 300 bitet is Kálpetinek. Nagy királyok vagytok. Ja, ez a meglövődés oda teleportálsz volt. Szevasz esőisten! Hát de rég láttunk már, jól vagy? Szia! Így kell átmenni, igen. És most mi lesz? Ó, hogy átviszi a bumerángoidot a másik oldalra.
itt meg jobbra is mehetsz, és felfelé is. Én felfelé megyek. Megvan a új jelmezrész, nagyon király. Ó, oh, ne, várj, júj! Barátom, mit csak a gond meg a baj? Ezek jönni fognak? De az bentebb van? Én azt hittem, hogy középen helyezkedik el a henger. Hát ennyire nem volt jó a térlátásom, ne vicceljünk. Itt nem így kellett volna átjönni. Így működik neki. És ott kellett volna, hogy előjem magam. Fülöpuba, köszönöm, hogy eső istennek ajándékoztál egy subgiftet. De nagyok vagytok ma, hát nagyon-nagyon hálás vagyok, köszönöm nektek. Mindannyiótoknak nagyon köszönöm. Tényleg nagyon köszi. Köszönöm, köszönöm. Szívesen járnak ide az emberek? Én szívesen látok mindenkit is, aki képes normálisan viselkedni egy csatornán. Nagyon-nagyon hálás köszönetem mindenki felé, tényleg köszi. Most az lenne a lényeg, hogy itt felkapaszkodsz és innen dobod át magad? Aha, igen, és akkor így érsz el a bónusz territóriumba. Menő! Csak már életünk nincs nagyon. Vagy hát felvettem egyet, de úgy láttam, hogy nem számolta annyira. Köszönöm nektek. Szevasz Gyros, hogy vagy Mizu? De ez milyen ez a pálya? Ez hogy történik ilyenkor? Nem mehetek át, nem? Vagy átmehetek? Ja, hogyha most meghalok, akkor vége van. Igen, vége van. Jó, de most miért? De mit akartak volna? Azt nem értettem, hogy mégis mi a fenét várnak ott tőlem. Ti láttátok, hogy mi volt ott? Nagyon köszönöm mindannyiótoknak, akik hozzájárultatok, hogy segítsetek fenntartani a csatornát és hogy tudjak tartalmakat vásárolni majd a következőkben. Meg hát a design és az emote váltás, most ezek a legnagyobb projektjeink a hát szerintem még a nyárra, legalábbis nagyon szeretném, hogyha még a nyáron minden is megvalósulhatna. Köszönöm nektek. Gyere, gyere! Megpróbáljuk elhúzni őket. De ilyenkor lejönnek amúgy? Olyat szoktak csinálni, hogy átugranak? Gyertek ti is, gyerünk! Tehát, hogy így leugranak és egymás hátára visszaállnak, olyat szoktak ezek csinálni? Nem, nem valószínű mi. Nem jó. Nem jól csinálta, eltalálta az utolsót. Hát akkor mindegy, akkor hagyjuk a francba. Nem tudod ezt megcsinálni, nem tudod kivenni. Nem értem, hogy mi lenne a megoldás sajnos. Szégyellem, de nem tudok rájönni, hogy mi van ott. Hát szerintem lehet, hogyha ilyen kisgyerek aggyal gondolkodnék, akkor azonnal látnám, hogy mi van, de ez így most már elment, vagy nem tudom. De komolyan. Jaj, ne leestem. De micsoda szerencse volt, hogy visszakaptuk az életpontjainkat. Próbáljunk meg innen magasról felkapaszkodni, és ide dobni, így. És most nézzük meg, hogy Mizu van. Mert most lesz az a rész, amit az előbb elrontottunk. Csak most 4 élettel próbálkozunk. De bejössz ide? Bedobod oda. Olyat is lehet, hogy így elhajítod arra. Ti látjátok, hogy mit kell csinálni? Én nem látom. Nem tudok átmenni sehonnan. Szóljon, hogyha valaki látja a megoldást, mert esküszöm, hogy én nem. Előre ugrani nem tudtam, mert leestem a francba. Joker mondta, hogy itt mindjárt hozza a témát nekünk, úgyhogy már tűkön ülök a napi téma szállítóért. De se látod? Hogy lehet ezt, hogy bevilágítjuk és aztán ennyi? De is járt a csúcsúsú, nagyon szépen köszönöm minden kedves hozzájárulónak. 39%-os második szint, őrületes erős támogatás, írta ki. Na, 4 előfizetéses 300 bites hype-onat, köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. És oda sem tudod bedobni ilyenkor, tehát nincs értelme, hogy oda hajítsd. Nem is hajítja olyan messze. Várjál, be tud menni a karakterünk? Ja, hogy tudsz ilyet? Hát azt nem tudtam, hogy tud ilyen. Hogy be tud oda menni. Rasta van, szevasz, mi a helyzet?
Szerintem megcsináltam, bár nem tudom, hogy hogyan. Nem értem, hogy hogy csináltuk meg, de a lényeg, hogy most már meg vagyunk vele. Ez király. Nagyon szépen köszönöm. A 23. hónapot neked, hát már majdnem 2,5 évnél vagy. Mi a helyzet? Tehát a horrort azért néha belépek, társaság szuper, hogy ezt kompenzálja. Nem szoktad szeretni a horror játékokat? Néha kell neki szerencse, az bizonyos. Hát itt abból most kijárt nekünk bőséggel. Hiány nem volt. Ízelem, itt kell elcsicskítani. 2000 pont értékben. És meg is kapjuk a brutálisot. Nice, megvan a harmadik. Nekem a második, de egyébként a pályán számítva ez a harmadik lenne. Dupla pontérték, minden. Felugrunk, elkapjuk. Felugrunk, meghalunk, nem csináljuk ezt többet. Várjál. Hopp, lőd meg. Az baj. De figyelj, ez nagyon nehéz, mert kombinált mechanikák vannak. Nyomd oda ki, igen. És lehet menni jobbra akár. Na hát mi nem csak, hogy nem jobbra megyünk egyelőre, hanem megpróbálunk visszajutni innen. Kis csirákat elkapni ott, igen. Szerencsétlen Sackboy milyen hangokat ad ki magából itt. Még egyszer. Egy, kettő. És oda, és ott vagyunk fent, és ezzel megvan a következő kihívás kocka. Itt mi a helyzet? Ma három játék befejezést hoztam el nektek, úgyhogy nagyon várom majd, hogy mi lesz a reakció egy-egy játék végénél. Kíváncsi vagyok, hogy fog tetszeni a kedves egybegyűlteknek a mai felhozatal. Ez 2x300 pont volt. És most hova mész? Itt kellene leesni? Ja, hogy balra kellett volna megnyomni a gombot, mi? Aha, jó, hát legalább a HP-nkat visszaadta valami. Szerintem megkönnyörült rajtunk a játék, mert kutira látták, hogy hú, ez a Móki gyereket, ez nagyon béna, ezt nem kéne engedni ezzel játszani. De nem baj, igyekszünk. És most oda fel. Aha, hát ez jó, csak lehet menni fentre is. Értem, értem már, hogy mit akarnak. Wow. Aha, hát na így lehet leesni. Ezt újra. Közép. És fent. És rossz helyen van ez a kocsi. Nem baj, megpróbálkozunk a lehetetlennel. Hogyha itt mindent felveszel, akkor király leszel? Nem, nem úgy tűnik, mintha adogatnák itt a rewardokat. De jó, jó, a lényeg az, hogy összeszedtünk minden pontot. És haladunk a cél felé. Nagyon sok pontot lehetne kiszedni, látod ezt? Wow! 6210! Úgy látom, hogy más nem is nagyon van. Átlövetjük magunkat a következő. Nem is egyenesen lőtt ki minket, hanem így balra? Ez nem semmi. Azt hiszem, hogy leengednek most bennünket ide. Így van, és ezzel gyorsan meg is szereztük a negyediket. Ide be lehetne fejelni egy picit. Kirángatni valamit onnan. Remélem, Iván nem marad le a Space Marine végéről, korai kezdés miatt morcos lesz. Nem tudok mit csinálni vele. Ki volt írva, még meg is tegeltem mindenkit az Everyone-nal, hogy számítsatok rá, hogy bizony most lesz a nagy dolog. Opszi, na oda nem megyünk be. Még. Most igen. És ugrunk. Ez az. Én is nagyon remélem, úgyhogy nem fog lemaradni. De hát nyilván nem állhatok ott mindenki mellett, tudod, hogy most gyertek már, mi van már, nyomjátok már, tehát nem tudom azt megcsinálni, hogy irányítva mindenki kezét, megmondom, hogy mikor kell jönni. Áú, ez elkapott. Elkárápott. 8830, ennyi pont még embernél nem volt soha. Vegyük ki ezt a makkot innen, és próbáljuk meg itt valahogy bedobni. Mi van? Ó, nagyon menő! És mi lesz ebből? Ó, ez egy ilyen mosoly jelmez rész. De miért csukódik le, amikor beállsz ide? Nem akarja, hogy csaj? Ogra szeretné, hogyha ott állnék mellette. Aj, ne! Mi volt ez? Jé, hallod, elvágott a fal magától, tehát így eldobott a baloldali irányban. Na, így elveszíteni 9000 pontról, ez nagyon szomorú. Jó, eddig király, eddig jó.
Én azt a baloldalit nem fogom most összeszedni, ha nem baj. Inkább megyünk így. Próbáljuk meg most már a maradék pontjainkat kimenteni a játékból, én azt mondom. Aha, ez kemény egy kicsit, nem mondom. Erős. Wow. De ez nehéz. Ez most ne... Jó, oké. Okay. Jó, hát megérkeztem a Mária Schnipper trasszéra. És most mi fog történni? Hál' Istennek a pálya végénél vagyunk. Még 100 pontokat ki lehet szedni innen. Mi azért jó, mert 13 ponttal maradtam le a 9000-ről, és ezért nem lesz meg az arany, elhiszed? Hidd el nekem, hogy 9000-nél lesz meghúzva az aranyhatár. Ha 10-nél, akkor nincsen baj, de ha 9-nél, akkor nagyon szomorú vagyok. 9500, jó, oké, okay. Jó, köszös esett, oké. Okay. Nem lett volna szabadot meghalni, és akkor nem lett volna baj. A téma, amit akartam hozni, egyik olvasott és becsült magyar portál, aminek nevét nem vagyok hajlandó leírni, kiadott egy csodás cikket. Cikk arról szólt, hogy bárki, akinek bejön a japán kultúra és a japán értékek, japánokról a gések jutnak eszedbe, akkor rasszista vagy, kicsinyes, és amúgy a japán filia mögött manipulatív, narcisztikus identitászavar szerepel. Szerintem nem kell mindent elolvasni, egy-kettő, nem kell, hogy amit olvasol, nem szabad hagyni, hogy feltétlen hatással legyen rád. Például ilyen csicska cikkeknek nem szabad adni kreditet, tudod? Tehát, hogyha valami felidegesítene egy szombati napon, ami arról szól, hogy pihenj egy kicsit végre, mert egész héten dolgoztál, akkor szerintem ne add meg nekik a lehetőséget erre, és felejtsd el, és ne törődj vele, és szard le. Valakinek a véleményét olvashattad, az pedig olyan, mint az ánusz, mindenkinek van, mégse akarjuk a másét mindig látni. Most hova megyünk? Várjál csak. Következő pályánkon... Én a cicával akarok. Nem, ez nem cica. Ezzel a cicával akarok lenni, igen. Csak egy szakasz a pálya címe, 4000 pont a gold vonal. Ez zenés lesz? Ó! Oh. Érdekes. Szávas csúcsú, hogy vagy, Mizu? Remélem, hogy jól vagy és minden szuper nálad. Nekem ez a véleményem, hogy most azért, mert egy kultúrának egy elemét kiragadod, és ha arra gondolsz, akkor már egyből te vagy a rasszista. Ez baromság. Bocsánat, közben itt még iszogatok. Csaba, a 37. őrületes hónap. Nagyon hálás vagyok neked. Szia, jó estét. Hogy vagy, Mizu? Előre macskák, kóristák. Szia. Politikát igyekszem teljesen kizárni, mert nem érdemes vele túlzottan foglalkozni. Az a baj, hogy nálunk biztos, hogy nem érdemes vele. A hatalmas Beefuddler. Ajaj, és ez nagyon jön. Miféle ellenség ez? És ez eltünteti a pályát előled? Látom, hogy igen. És megütött? Jó, próbáljunk most balra menni, mert az előbb jobbra mentünk, ez az. Eddig király, csak siessünk. Most megáll egy picit? Igen, úgy látom, hogy megállt egy pillanatra. Oh, wow! Veszi ki alólunk a... Oh, megvan a második? Na hát, így el volt ide dugva. Láttátok? Hogy eldugták a második gömböt? 3000 pont, 4000-nél van a határ. Már is viszi tovább, amit vinni akar. Visz ez minden. Kimegyünk inkább balra. Az ott sikertelen volt, ott pont összeszedés tekintve. Ezek lenyomnak téged, ne már! Ez igen szomorú volt. Megint itt van a duplázó, de hogy lesz ebből 4000 pont? Valószínűleg sehogy mi. Ne nyom le, köszönöm. Ott van a kétszeres szorzó.
mondjuk úgy, hogy ezek össze legyenek így gyűjtve. Látom, hogy ott jobbra kell majd mennünk, tehát átcsimpaszkodok innen, ez az. Hogy meglegyen ez a harmadik bigyula, és most vissza, és most ott a zuhanás. Semmiatt nem lesz meg a 4K, pedig egyébként közel jártunk hozzá. Ja, mint Borsika is ír, igen. Teljesen egyetértek vele. Mindig kell egy réteg nekik, akit lehet éppen szivatni és polgárpukkasztani, ez nagyon így van. Állunk tökre jellemző. Véletlenül se azzal foglalkozz, hogy éppen meglopnak valahol már megint. Még jobban, és még jobban. ...3913, lesz ebből 4000. 3963. A célnál még van 200, azt hiszem, amit ilyenkor odaadnak. De amúgy is megvan a 4000. Hát jó, nem lett tökéletes, de megvan az összes államgömb, és elérkeztünk az arany határhoz is. Úgyhogy ez most egy egész szépen sikerült pálya lett így végre. Ugye nem tudom bizonyítani, de biztos így van, mert én értek hozzá, japánológus vagyok. Valaki így kezdi mondatot, érdekes. Mint hogyha furcsa arckifejezés lenne ott rajta a karakterünkön, igen. Olyan portál írta, aki feltárja a lopásokat, szóval nem értem, tényleg nem látom az értelmi. Ne törődj vele, hát már mindenkit beengednek, minden barmat beengednek mindenhová. Szűrés nélkül. No, hát megvan az arany. Világ térképre megyünk már is, és nézzük a következő pályát. 164 darab gömbünk van, ami azt jelenti, hogyha megnézzük, hogy mi áll előttünk, a végső bosshoz 160 kell, totálisan meghaladjuk már a szükséges mennyiséget, és innentől kezdve már csak kettő pályát kell teljesítenünk, azon nyomban mehetünk be Vexhez, és győzhetjük le őt. A cica nekem jobban bejött. De meg kéne nézni mondjuk egy banánt? Meg kéne nézni mondjuk inkább egy olyan karaktert, aki... Ez is nagyon jó. Aki... Károly! Gyere Károly, viszlek a bálban. Kitty ma nagyon nem tud írni. Ki az a Kitty? Arra is a mélyecskés ruha. Szeretnéd, hogy a kövi pályára azzal mennénk? Lehet kérni is. Ez milyen pálya lesz? Ez nem a... A dobokból ítélve, ez a Rolling Stones egy száma. Aha. Várjál. De hogy mész oda fel? Ezeken fel lehet mászni? Ja, ezeken fel lehet mászni. What the fuck-a? Nagyon szépen köszönöm neked a 31. hónapot. De kedves vagy. Mi történik ma itt? Őrületes, hát mindenkinek most jár le a hónap fordulója. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm szépen. Hogy vagy, Vizu? Nem, ez biztos, hogy nem a szimpátia az ördökhöz című Rolling Stones szám. De hát ezt most gyorsan össze kell szedni. Reménykedjünk az extra pontokban. 300-at kaptunk érte, oké. Arra lesz a kíváncsi, hogy hol nem veszik már megint észre az extra cuccokat, amiket össze kéne szednünk. Mondjuk itt fel lehet menni a baloldali irányba. Lehet, hogy az is kitáció van, hogy menjél balra? Nem. Maradunk itt ezen, és nézzük, hogy mi van jobb. PPA! Hát oda nézzenek! Én tényleg nem értem, hogy mi van ma. Hát nem is szokott ilyen lenni sosem. Köszönöm szépen. Hát most már vagy 8-an feliratkoztatok a mai napon. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, köszönöm nektek, minden jótoknak, sziasztok! Hogy vagy PPA, mi a helyzet? Ez a kedvenc játékod? Nagyon helyes. Szerintem is marha jó amúgy. Egy csapás, kettő, csengellő, és odalent semmi, akkor húzzunk tovább. Ezek dobálni fognak, és nem lesz semmi mellenük. Az mi ott az? Ó, ez egy ilyen tűszoknya, vagy tütű? Tütű. Hát nem értek én hozzá. Érted, Károly vagyok, valami szar van a fejemen.
Eléri azt? Ó, mekkorát nyelt, júj karesz. Mit estél, mit zuhantál? Ide is fel lehet jönni? Ó, várj, csak nem egy titkos rész. Nem, pedig olyan volt. Ez mi? Ó, na hát, észre sem vettem, hogy ez egy bubor. Ez volt az első, amit össze kellett szedni a pályán. Királyság. Szóval csúcsú, mesélj már most, hogy kijöttél az iparból. Hogy érzed magad egy más környezetben? Na, jó, oké. És ide be kell ugranod? Ez jó lesz neked? Nem vagyok benne biztos. Ide fel, oda be, így. Ó, nem mondod, hogy ez is rejt. Azt a... Tök jó helyekre dugják el ezeket a cuccokat. Au. Cuccokat, amiket itt keresgélek. De maradtam valamiről? Á, nem, csak Norbsal beszélgettünk a múltkor, hogy... meg... mondjad már... meg Sebivel, hogy már abba hagyták a... abban az iparágban való tevékenykedést, amiben te is vagy, és gondoltam, hogy hát a te is, de nem. Akkor te még benne vagy. Olyan régen nem hallottam már rólad. Beblöfföltem. Ezt fel kéne venni, ezt a csengelő bigyulát. Ez ilyenkor mennyit ad, vagy mit ad ez pontosan? Lehet, hogy pontokat ad. Balra van egy bónusz rész, oda bemegyünk. Menjünk ide be. Nézzük csak. Ó, ez király. És ezzel lehet így... Aha, ez egy tovalöködönc. Ezzel megyünk tovább, és szedünk össze mindent, amit csak elérhetünk. Ez hogy fog kapcsolódni? Átlósan. Aha. Majd egyenesen. Ú, de rohadt menő ez. Ez nagyon király. Na, ilyenből rakadtak volna egy kicsivel többet is ebbe a játékba, mert iszonyatosan jól működik. Szórakoztató nagyon. És némi skillt is igényel. Tudjátok, hogy mit tennék? Fagyit. Kicsit, mint a leestünk volna, de ne törődjetek velem. Van löködönc? Régen hallottad? Hát így a lábunkkal kell tovább löködni. Vallagásra mentünk, fájt a szívem, szembejövő motorosokat láttunk. Örülök neki, hogy nem a 15 éves kislányok kapcsán fájdult meg a szíved, ez azért igazán. Én azt gondolom, hogy ez így tök jó. Hát inkább a motorosok legyenek így. Szerintem nézzük a pozitív részét ebben az egészből. Károly, de szar volt ez az ugrásod. Na még egyszer így. Jó csípős pizzát? Egy jó fagyit. Tudod mi? Sós karamellás fagyit? Őrület király sós kalamerrákokban. Ez eltalált, azt hiszem. Két mackó megvan. Károly most pirosan világít? Igen. Nem a Szent Dániel 26. Próbáljunk meg itt által menni. Rácsimpaszkodni. Aha, szóval most oda bemennek, majd kijönnek. Majd a bónusz, az igazi bónusz az benne marad. A jelmez részből már is megyünk tovább. Nem vehetsz fel, mint... Hó, azt a mindenit. Ez kemény volt. De rendben, még mindig tolom ugyanazt az ipart veletek, nagyjából mindig itt vagyok egyébként, csak lörkölök, kis barnagi pockány vagyok. A barnagi pockány az egy aranyos állat, nekünk nincsen azzal bajunk. Itt mindenki az, ami szeretne lenni, igazi vészkórista, mindenki, kivétel nélkül. Most azt akarja, hogy igen, azt akarja, hogy onnan menjek által. De figyelj már, ezek jobbra visznek amúgy. Azt a nem jó jel. És ide, hogyha feljössz. Itt nem is kellett volna feljönnöm? Nem már, hogy ez nem bónusz hely, pedig végigugráltam rajta, mint egy majom. Na jól van. Elsodorjátok az összes E-betűs nevet. Elmira. Ezt kell vissza... Ne csináld. Na ne csináld, hogy ezt kell oda bevinnem. És ezt hogy viszed be? De hülye. Hát ezt nem tudod megcsinálni. Hát ez hogy volt ez, kérem? Hát ez hogyan lehetne megcsinálni? Nehogy már... Várjál, most itt van megint? Nem, most már el is tűnt. Ezt hogy vitted volna oda át? Pedig szerintem a játék legnagyobb bónusza akkor jött volna meg, hogyha ezt sikeresen megcsináltam volna. Jól gondolom, ugye, hogy... Jaj. Nem mi történt? Azt levettem arccal.
szomorú volt, ugye, hogy ott leestünk. De jó, de nem is értem, hogy hogy lehetett volna akkor az leset, hogy lehetett volna akkor átugrani. Szerintem lehetetlenség. Jönnek az extra pontok, még mindig adogatják, úgyhogy még mindig verdessük őket. Ja, mert lehet, hogy ennyi volt összesen, mi? Nem, még mindig jönnek. De itt végtelen, de mi forrás van? Csengellő farmhely? Az összes csengellőt össze lehet innen szedni. Jó, és akkor balra semmi, ott a majom nyomul. Opp, de nem biztos, hogy még átugrunk, ott jobbra van valami kocka izé. Örülök, hogy itt vagytok ma egyébként, azok is, akik ritkábban szoktak itt lenni velünk, mindig nagyon jól esik látni titek. What? És ezt hogy csináltad volna meg, hogy... Ezt hogy kellett volna? Hát ezt nem is értem. Tehát itt jön ez a izé, így beleesik, és akkor... Aha, jó, tehát gyorsan kell által menni. Kétszer kell a jobbra analógot tolni. Szia, Tice! Mi ez a korai buli? Hát ma hétvége van. Kevesebbet tudtam streamelni a hétvégén, úgyhogy a hétközben, úgyhogy hétvégén rápótolok egyrészt. Másrésztről pedig. A Károly, a fene vinne! Jézusom. Nem tud megkapaszkodni. Szia, Grundár! Ciao, ciao! Másrésztről pedig... 3 játék befejezést hoztam mára, és holnap is lesz egy befejezés. Én jelenleg futó 9 játék közül el fogunk engedni néhányat. Ideje is van most már, hogy 9-ből visszaredukáljuk a számokat csupán 5-re. Holnap mivel játszol? Horizon Forbidden West Burning Shores DLC befejezés következik holnap este majd. Mi várunk szeretettel, hogyha esetleg érdekel téged az ilyesmi. Azt nem tudja ott beütni, vagy belőni, vagy... Hát ez egy kapu. Aha, és ezeket kéne felvenni és kirobbantani? Ezzel kellett volna berobbantanom, ugye? És soha többet nem jön vissza már, de... Ilyen, nagyon jó. Wow! És hogyha bejössz ide? Nem találsz ide bent semmit? Ezt nem értem. Mi ez az agresszív zene? Itt a Prodigy közben megőrül. Fogd meg azt. Ja, hogy így jött volna le a cucc. Aha. Értem. És azt, hogyha kiviszed magaddal, akkor kapsz egy esernyőt. És ezzel az esernyővel együttésből csicskít mindenkit Károly, a hihetetlen szakállas ember. Jó, hát akkor legyen így. Károly nyomni akarja, úgyhogy nyomhatja felőlem. Mit? Ja, hogy ezzel az esernyővel... Azta! Hát ilyet is lehet csinálni. Ez tetszik, ez király. Aci! Csicska medve! Oh, azt a büdös mindenit, milyen agresszor medve ez. Jó. Hál' Istennek sikerült ellátnunk a baját. Mi ez a zöld-piros? Úgy nagyon keményen átlőnek. Vigyázzunk, mert ebből nagy baj is lehet még. Amikor piros, akkor lövik? Szerintem igen. Egy életünk, egy halálunk. Most fognak letolni, kösz! Igen, én most jöttem rá egy a játék utolsó részében, hogy az esernyő amúgy másra is jó. Itt kaptuk meg balra, most már az elmúlt. Most már maradunk a sima játszásnál. Nagy a baj. Lenéztem a chatre, nem lett volna szabad pont ott az ugrációnál. Jaj, Károly. Ez azért van, mert hülye volt a jelmezed. Nem baj, legalább a 3 bigyulát már kiszedtük. 10 000 pontot lehet ezen a pályán összeszedni. Most legalább nem kell, hogy szórakozzunk az álombigyulák összegyűjtésével. Szia, Dark Dawn! Horizon nehéz, de érdekel a sztori, szóval itt leszek drukkolni neked. Nagyon kedves tőled. Oké. Okay. Hát figyelj, hogy holnap mikor fogunk tudni kezdeni, azt még nem tudom egyelőre megmondani, mert családozni fogok. De figyeld majd az értesítőt, szerintem valamikor ilyen 7-8 óra reális lehet.
oda még ki kell találnom valamit, hogy azon kívül mivel játszunk a Horizonon kívül holnap. Szerintem hamarabb vége lesz annak a DLC-nek, mint gondolnánk, mert alapvetően nem egy hosszú DLC lett ez. Szerintem az előző DLC a Horizonnek hosszabb volt, valamiért úgy gondolom. Agresszív zenék mindenütt. És ez egy nehéz pálya. Hát látszik, hogy a játék egyik utolsó pályájánál vagyunk már. Aztán könnyen lehet ám, hogy kinyitnak majd nekünk még egy világot. Hát azt mondják, hogy jaj, tényleg, hát ez a Móki azt hitte, hogy már itt van a nehezénél. Nyissunk csak ki még egy világot az extra nehéz pályákkal. Nos, a duplázó után szaladsz már is jobbra. Ez már itt a speedrun. Így szépen. És tovább. És még tovább. Hogyha így felveszed ezek közül az összeset, akkor megkapod a bónusz faktort. 1030 pont. Meg még 200. Rossz ember tegeltél? Nálunk nincsenek rossz emberek. Ez a szerencse itt a kórusban nálunk, hogy azért annyira rossz emberek nincsenek. Van egy kettő csodabogár, ezt aláírom, na de hát hol nincsenek? Szerintem ezt nem szabad felrúni azért senkinek sem. Ja, tényleg, tehát bárhova elmész, ott is lesznek. Ú, ne, beleugrott a tutiba. Aci! Ne meggyilkolja magát. Ne pörög! Mekkora medve állatok. Yes, sem de kemény. Hagyd abba a forgást! Ott is van a 180 pont. És összesen 1810-zel megyünk akkor a 10.000-ből. De a 10.000 az rengeteg. Borsika Eszter névre hallgat? Ó, megint nem figyelsz, megint nem... ugyanott rontottam el az előbb is. Na még egyszer. Most. És most. És bármikor. Ez a kis ritmus játék, amit ide belehoztak. Hé, hey, micsoda? Mit csinálsz? Oda belehetett? Jaj, ne. Borsika, már lassan minden évre hallgat, annyi mindenek hívtad már. De ahogy is, miért mondod ezt? Azt a mindenit, azt hittem, hogy átférek és... Na, ebből vannak a balesetek, ugye? Amikor a pirosnál hiszed ugyanezt. Csaba, nagyon menő XCOM játék van, hogyha szeretnéd a... Szereted a Warhammer univerzumot, meg az XCOM játékokat, rád vár a nyeremény játék megnyerésének brutális menete. Azt nem tudom, hogy 15 tikites vagy 20, de nézzetek rá. Egy életem van, és hát valószínűleg egy halálom... Nem, két halálom. Mert ugye itt, hogyha egyszer meghalsz, még a második működhet. Hál' Istennek megjött a kettő élet is. Károly nem tudom, mikbe van, mivel veri? Mintha lenne nála valami fegyver. Nem lehet, hogy van nála valamilyen gigantikus lézerágyú. Baj, nem baj, de baj. Jó. 15-ös? Jól tetted, hogy beszálltál, örülök neki. Azt hittem, hogy ott még én által mehetek, de... Hiába volt alacsony a Tisza vize, nem járt a komp rajta. Most. És most türelem. Ne, várj, menjünk vissza, és menjünk jobbra, és most mit csinálsz? És most meghalsz? Hát emiatt... Hogy mehetsz itt át? Hogy mentünk át az előbb? Ez szörnyű ez a pálya. Ugrás közben becsiskítottak a ládák, igen. Ott lehet, hogy még egyszer előről kell kezdenünk. Ez a játék végigjátszás nem is annyira egyszerű, mint azt várná az ember. És most, és tovább, gyerünk, ugorj, azaz. Muszáj egy életet találnom valahol. Hát itt nincs. Tök jó, hogy van egy checkpointod, nem? Mert az... Most itt semmire nem ér, vagy semmit nem ér. Hallod, visszakanyarodott az a bigyó? Kaptam kettő életet? Mekkora nagy máka az. De nagy máka kettő élet. Ki kellene szednünk szerintem a izét innen, ugye? Az az esernyő, az nem jött rosszul a múltkor. Így van.
Az esernyő az jól jött nekünk, úgyhogy most is elvisszük magunkkal. Ez tök jó, hogy így felemelkedik tőle. 2700 pont. Ez az. Ó, ez nagyon nagy kincs az esernyő. Őrület nagyot megy. Macik nem is tudják, hogy itt vagyok. Ez király volt. Ott van a harmadik élet. Hát a halál torkából jött vissza Károly. Nagyon király. 360 extra pont. És szaladunk. Menjünk a... Ó, azta! Oké, azt hiszem, hogy pont szintben voltam, hogy felugorjak egy olyan ládára. Micsoda para volt az, láttátok? Azt hittem, hogy megint levisz. Na most, így, hogy elérkeztünk idáig, és nem kell megismételni a térképet, már figyelnünk kell arra is, hogy milyen extrákat pakoltak ide ki. Például itt van egy ilyen kihívás. De most már a negyedik és az ötödik állam gömb is elérhetővé válik ezen a pályán. Kinézzünk ide szerintem föntre. Eltalált valami? Azt a nem jóját. Ne már. Nem értek már meg, Flash. Amúgy de nem is raktak semmit. Lehet, hogy mindegyiket el kellett ma intézni is. Nem tudom. Menjünk ide be. Ez a pálya vége? Na hagyjad már. És akkor hol lett volna? Hol lett volna eldugva a kövízé? Államgömb. Játékban egyébként iszonyat király zenék voltak végig. Na ez az egyetlen, amire azt mondom, hogy ez totál szar. Ott van még egy gömb, azaz. Valamiért ez ilyen túl agresszív ehhez. Persze megértem, mert a pálya maga is rohadt agresszív amúgy. Mi megütött ott valami fent? Na jó, akkor, hogyha itt ütögetnek felül, akkor menjünk inkább szép nyugiban ki a pályáról. Elérkeztünk a végére, figyelj, 10.000 pontot lehetett volna kiszedni. Ez szerintem meghaladja azért a gyerekek képességeit. 5200-al végeztünk. Ez biztos, hogy nincs ember, aki elbír vele. Károly... sírva ugrál. Ez egy jó képlet mondjuk. Ez tetszik. Így is van. Megvan legalább a bronz szint, és az utolsó előtti pálya következik a játékból. 167, 168. És itt, hogyha még kettőt összegyűjtesz, akkor egy kicsivel felülmúltuk az elvárásokat, hát egy 5%-nyival. Tehát a 170-et, hogyha összeszedjük az állam gömbökből, 160 szükséges, ugye? A 10-et meg majd hozzácsapjuk Vex fejéhez. 3000-nél is több van a csengellőkből, új kihívást oldottunk fel. Az utolsó pálya a végzetes virágzás. Igen, csak furcsa névre hallgat. Azt mondjátok, hogy ezzel menjek, Elmirának legyen egy szép napja. Beöltözünk ilyen méhecskés virágosba, és megyünk a végzetes virágzás felé. Ez még pont illik ez a mapa a virágzáshoz. Nem, a méhecskéhez. Úgy látom, hogy be van rendezve azért rendesen a pálya nekünk, hogy minél jobban meg tudjanak szivatni bennünket. Hát kíváncsi leszek, hogy ezt hány próbából sikerül megcsinálni majd. 2 darab álomgömböt mindenképp szerezünk el. Az a minimum. Tehát anélkül nem lehet elhagyni ezt a helyet, hogy azok meg ne lennének. A majmok közben nagyon furán viselkednek ott hátul. Látjátok ti is, hogy milyen fura arcok? Ez lézer ám a javából. Itt van lent is valami? Nem, szerintem ott lent nem volt, vagy... legalábbis lehet, hogy bátor ugrással meg kellett volna nézni. Kétszeres szorzó. Húzunk már is keresztbe. Ez baj. De legalább nem tol le, az is valami. De agresszív. Ó, de durvé. 200 pont és extrák. Egy nagy vetődés. Ez bajnak tűnik nekem. A maci középen. Kicsit meg kéne kérni, hogy álljon már meg itt a nagy pörgésekbe. Jó, megvan, megvan, megvan. Na, hál' Istennek. És akkor most erről az oldalról fogunk elrugaszkodni. És egy nagy ugrás, és egy visszaugrás, és elbénáztam. Amúgy jól nézett ki egy ideig. Tehát még a gömb is meglett a kettő.
ből az egy, amit mindenképp szeretnék összeszedni, a többi tényleg csak ráadás. Ez milyen zene? Ez úgy nem valami ismert, amit ismernünk kéne. Remélem, hogy lesz majd még a játékban a következő Boss Arena ilyen zenésített verzió. Nagyon kíváncsi lennék, hogy a fináléhoz milyen zenéket nyomnak be majd. Ekkora vadállat ez a méhecske. Iszonyat kemény arc. Látom, hogy itt is lesz egy valami, amit fel kell, hogy vegyünk. Új jelmezrész, ott felül is jönnek, ez tök jól néz ki. Ahogy így kibe húzigálják, hát ez gyakorlatilag egy szaporodást hivatott ugye szimbolizálni ez a Trilitoli. És itt ez mi lesz? 1, 2, 3, 4, és megvan! Megvan a második! Teljesítettük a játékot. Teljes egészében. Ugye, ahogy azt kellett. Valami megütött már megint. Ez a mackó igazán agresszor egy típus. Opszi, azt nézzük meg, hogy merre jön. Szevasz, Venka, hogy vagy, Mizu? Így kell, igen, és aztán kiugrasz, egy nagy vetődés. Az milyen állat? Ez egy rák? Hú, te az mi? Én oda bemegyek hozzá. De mi vagy? Ez mi? Mi? Várjál, azok szamócák vagy? Van a szájában valami. Lehet, hogy hozni kell neki egy olyan gyümölcsöt, amiről álmodik. Valami... Ez egy paprika? Lehet, hogy ő egy paprika zabáló. Szerintem hoznom kell egy paprikát neki. Jó, kitaláljuk, hogy honnan lehetne hozzájutni. Visszahozzuk, és akkor azzal csinálunk még egy kis extra dolgot. Megütöm a gongot. Megadom a hangot. Retek. Jó, oké, mehetünk. Megtaláltam. Rátocskám. Benyerte! Wow! Ez az. Ez király volt, tetszett. Kertészeteket végig jártad? Én tegnap odaadtam már anyukámnak az anyák napi virágát, meg nagyimnak is. Olyan gyönyörű rózsatövet kapott, ilyen vanília és sárgába hajló rózsa. Ki is ülteti. Szia, kis Marci! Ilyet kellett etetni papírkával a játék elején bónuszpályán. Pontosan most is azt kellett csinálni, látod? Na menjünk jobbra és küzdjünk meg mindenkivel. Ott fent már látom, hogy mit akarnak. Ez egy... Egy... Nem jó. Ez egy jelmezrész. Egy, kettő, megvan. És ilyenkor ezt még össze lehet ütögetni? Igen. Megindulnak a duplázók. Rengeteg pont jött ki a jobb oldalon. Ó, ez érdekes. És itt azt akarja, hogy ugorja. Jézusom. Jó, hát itt azért átjöttünk, de nem volt épp egyszerű. Ezek most hogy mozognak? Fent és lent, aha. Nem csodálom, hogyha többeknek itt már szétjójózik a szeme. Alig várom, hogy mikor crashezünk már, Jézusom, de várom a crash végigjátszást. Fene a pofámat, ha 4 játékot befejezek, a crash indítás azért csak beférne, nem? Na most kimondtam a lényeget magamnak, gratulálok. Tudjátok, hogy milyen hülye vagyok, szerintem ezt meg fogom csinálni. Isten, utálni fogom magam miatta. De engedj már át, Flash! Mi a szög crash, Móki, fúj? Miért nem szereted a crash-t? Ez neked való játszás. Egyik legnagyobb kedvenced. Attól függ, mit akarunk crash-elni? Hát nyilván a Twitch magyar statisztikáit, hogy valahogy elhagyjuk a top 50-et, és megérkezzünk a top 10-be. Idegesít a kutyám, majom? Az valami más állat, nem? Ilyen... valami rókakutya lehet, nem tudom. Milyen állat a Crash Bandicoot?
Az egy Bandicoot? Jó. Van ilyen állat? 6000 ponttal a cél felé. Szerintem nincs olyan állat, hogy Bandicoot. Milyen hülyén hangzik. András kút. Szent Andrási Sod... Milyen kút? Várj, Sodvin? Sobrin kút? Volt valami népdal, amiben ezt énekeltük gyerekként még annak idején. Szent Andrási Sodrin. Nem tudom, már akkor sem tudtuk kiejteni, csak énekeltük. Songokút? Na, de ki tudja, hogy Szent Andráson milyen kút van a népdalban? Jézusom, hát mennyi pontot veszítettem el? Szent Andrási Rókakút? Hogy lenne már Rókakút? Valami Sodrin, vagy Sobri, vagy So... Hát, mint a Jóska. Cilikút is van, meg Szanyikút, igen. Az lesz az. Sobrikút? Mi a fene az a Sobri, Doc Holiday, szevasz? Sobrikút. Az volt a rossz, hogy a néptánc tanár ezt mindig úgy oktatta, hogy a Káli így megnyújtotta a szót, mint hogyha Sobrin tejtene. Sosem tudtuk meg, hogy mi a fenéről beszél. Balra ki kellett volna mennem. Elvitt minket. Ezek itt vannak tőlünk pár kilométerre? Jaj, te most otthonról vagy? Négy falu? Tehát négy falu van. Sobor, település, meg Cili, meg Szanyikút, és akkor ilyen sok kút van körülöttetek, ezért lettél te ilyen Benka, hogy vízügyekkel foglalkozzál. Amúgy ez teljesen király. Teljesen megértem. Most derült fény igazából, hogy az identitásodra, hogy ki is vagy te valójában, és hogy alakultál ki. Az origin, az eredet történet. Benka. Szil, Szany, Szent András, Sobor. Még azért jó hülye neve van Szanynak. Vagy a fenébe lehet elnevezni így egy városot, Szany. Hoppá! Megtaláltuk az ötödiket az ötből. És már húzunk is el innen végre. Megvan a 4x4-es. Mi az én eredet történetem a te interpretációdban? Te vagy a Joker, az Omen. Hát én nem mondhatom meg a tiéteket. Helyi népdal, sok az artézik út. Jó arc volt, igen, ő egyébként osztályfőnököm is volt, tehát ilyen tényleg tök jó kulturális dolgokat közvetített a gyerekek számára. Hopp! Szar volt, ezt nem így kellett volna megütni. Le is estem a francba, akkor kellett volna megütnem, amikor amikor éppen fordulás előtt volt. A Crash Bandicoot az fúj. Bogre, szereted a Crash? Nem mondd már, hogy nem szereted. Hát tiszta szórakoztató, ahogy ott a platformerkedés közepette szarrá csicskítanak engem az elemek. Nem találja. Jézusom. A pálya vége előtt kényszerülök ismétlésre. Elég lackluster. Ezt a szót annyira utálom, és sosem tudom, hogy mit jelent. Mármint olyan nem buta kifejezése volt a múltkor, amikor bemásoltátok a jelentését. Eddig jó, eddig élünk, és megérkezünk. Nagyon király. És menjünk át ide a Maci formához. Maci, hagyd abba. Menjél oda le, igen. Ügyes mackó ez. Most bemegyünk ide ehhez a Maci. Ez is bepörög? Várjál, nem lesz ez így jó, Maci? Ó, a fene minden... Azt a mekkora mák volt ez! Azt a mekkora mák! Még egy extra érdet is kaptam ezért az ugrásomért. Micsoda szerencse! Micsoda durvítás! Most egy nagy ugrással visszaugrás... Nem... Nehogy most ő... Ott a pálya vége, jobb oldalon látom fent, hogy ott a pálya legvége. Jó, de most úgy csináljuk, hogy ne ugorjunk ki a másik oldalt. Csak ugorjunk által szimplába. Vetődve. Nem érdekel. Ez az, és most kell jónak lenni, most kell a legjobbnak lenni, figyeld meg. Nagyon jónak néz ki eddig, gyerünk, meg tudom csinálni. Hiszem magamról, hogy a fene vigye. Júj, nagyon nagy a baj, hogy meg tudom csinálni. Oké, megvan. Hát megvan a pálya vége, de minek raknak ide egy checkpointot? Minek kell ide egy checkpoint? A pálya legvégére. Hát ki az, aki innen elrontja azt a három lépést? Furcsa. Hú, de kemény volt ez a pálya. A játék utolsó pályája egyébként. Sajnos olyan sokszor haltunk, hogy elveszítettük a lehetőségeinket. Sírva örömködünk.
Vagy sír. Ez egy nagyon jó kép lett amúgy. A végzetes virágzás. Az nem sírás? Hát miért mi volt rajta akkor? Menjünk a világ térképre kifelé, és amúgy meghaladtuk kettővel az elvárásokat. 172 egészen pontosan az állam gömbjeink száma, és a végső pályára pedig 160-nal lehet tovább menni. Úgyhogy akkor nyissuk is ki ezt a részt. Ordos nagyot fogok kakálni. Gardrób, ennyi. Ez egy gyerekjáték, itt nem kakálnak. Nem enged tovább a játék, vagy... Na, azaz. Mert a feloldás. És nézzük a játék befejezését. Ott van Vex előttünk. Hát itt csengelőket még éppen ki lehet szedni. Legyen 3160 és akkor mindenki boldog, hogy ez sem marad ki a végigjátszásból. Lássuk, Viszlát Vex! Ez a pálya címe, és ide bizony, a már jól megszokott... Bár egyébként ezt is hozhatnám, a királynőt is ellene. De nem, a már jól meg... Banánnal verjen meg? Én a jól megszokott cicára gondoltam. Cicával verjük az ellent. 1000 pontot lehet összeszedni, ez már a finálé. Lássuk, sikerül elsőre. Epikus követeményekben írnak majd rólunk, hogy a gonosz Sackboy hogyan próbált meg megállítani az új kort. De nem járt sikerrel. Inkább úgy kellett ma írni, hogy és vallott kudarcot. De nem baj. A fordítók hibája. Szóval eljutottál Vászon világ középpontjába. Na és vajon minek? Hogy megmentsd a barátaidat, hogy mindent újra helyrehoz? Hát már túl késő. Fantasmagóriára már az örök sötétség borul. Ez itt most már a morajló világa. És aki irányítja, én vagyok a rémálmok istene. A Vex Terminátor! Jaj, ne! Na hát, eljutottál a végéig. Pont ide. Aha. Azt fel kellett ma vennem, ugye? Megvan, elkaptam. Egy sikerült. Jöhet a kettes. De szinte könyörög azért, hogy dobáld meg. Lökés hullámot küld az egész világra. Egynek jó volt, de többet kellett volna. Nem kellett volna felbosszantani, mondja, és azzal megváltoztatja a menetirányt. Hogy lehet ezt így túlélni vajon? Most megfordítja a menetirányt. Ó, hozzáértem a lángokhoz. Na ez így HC. Most nem tudod, hogy mikor kell abba hagyni, ugye? Kérdezi. Majd én most jól megmutatom a világnak. Tökéletes érkezéssel. Tényleg erős. Erős dolgokat művel. Megvan. Legyünk jobbra. Ezek a konzervizék, amiket ott kidob, az elég hátszín. Bomba koktél? Nem, azt már nem tudom felvenni sajna. Fél HP alatt van az enemy. A brutális Vex Terminátor. Gyerünk, dob ki valamit, gyerünk. Gyönyörű! Megmutatom neked, hogy milyen erő lakozik bennem, mondja. És azzal megnyomja a kill gombot. Forog, aha. Hát itt sürgés van forgással. Aha. Jó, gyerünk, még jók vagyunk, bár együttés és végünk van. Gyerünk. Azt mondja, hogy ma nagyon tüzes a hangulat. Aha. Várjál. Ez elég kemény azért. Jaj, ne, letolt, nem láttam jönni. Ó, megküldte a konzerveket. Most mit csinál?
Hát azt nem lehet onnan elérni, barátom. Hát az nagyon messze van. Júj. Vigyázzat üskékkel, hát nagyon szépen köszönöm, de... Ez így nagyon para amúgy. Hogyha nem dob ki több bombát, akkor nem tudjuk megsebezni. Ha esőt csinál, azt mondja. Leesel? Hallod, nem tudtam el... na jó, mindjárt megcsinálom. Azt a mindenit, abban nem szabad belefejelni. Oké, egyre több hibát halmozok itt össze. Ez nagyon csúnya volt, hogy megfejeltem azt a izét és egyből kaptam. Nagyon közel vagyunk a végéhez, már csak ki kell, hogy dobja a bombáit. Hát ezt így pont nem. Beledobálja a tűzbe. Szinte lehetetlen onnan megoldani. Csak dob ki, csak egy jó helyre dob ki, flash. Ez az ugrás, amikor így levágja a karaktert, akkor a karakter utána esik még csak le. Egy. Kettő. Most kettőt is benyelt, ez nagyon jó volt így. Ott azt el kell, hogy kapjuk. Ott van. Hál' Istennek, ez a három most ultra jól jött ki. Ez nem lehetséges. Ez az én világom, az enyém, mondja Vex. Szerintem még visszajön. Már az elejétől fogva tudtam, hogy meg tudod csinálni. Mondja, az Skarlát. Nem a legeslegejétől, de tudtam, hogy... Na mindegy, szóval ugyanaz. Na menjünk haza. Micsoda? Nem jött vissza? Hát én azt hittem, hogy vissza fog jönni és megtámad. És hogy meggyilkol. Jaj, hát ez így akkor ez ennyi volt. Nagyon király. Wow. Hát sajna az aranyszint nem lett meg, de nem baj. Disappointing. Azt mondod, hogy izé volt? Ilyen szomorú volt ez? Csalódás keltő? Hát a cica fejünket beleraktuk a végső képbe. Én azt hittem, hogy rádurvítanak majd a Vex-re a végére. Mert ugye eddig ugyanezeket a fázisokat láthattuk. Mi történik, hogyha most kijössz és... Tényleg azt hitted, hogy győzhetsz? Sokkal erősebb vagyok, mint bármikor. Amíg a szelebúdi szerkentyű mál. Semmi nem árthat nekem. Hát nem látod? Mindenhol ott vagyok. Hajolj meg az új istened előtt. Aha. Seggem előtt, kis barátom, akkor hajolj el, amikor éppen pukiznék. Már is nézzük, hogy mi lesz a következő nagy kihívás itt előttünk. Ez úgy néz ki, hogy Vex következő pályája. A bónusz Vex. Töltök egy pohár vizet magamnak is. Ugorjunk a végére, ez lesz a pálya címe, amivel most fogunk szembenézni. Gondoltam én, hogy nem lehetett ennyire egyszerű. Ami a legfurcsább, hogy ide beraktak még 5 darab álomgömböt. A morajló szinte mindenütt ott van. Vex örökké vászonvilág része lesz, hogyha csak nem tudod valahogy megállítani. Emlékezz az összes fantazmagória energiára, amit összegyűjtöttél, és amivel Vex elindította a masináját. Még mindig te benned lakozik. Ez az igazi ereje a kötött lovagoknak. Valami hatalmasabb részei vagyunk. Tudom, hogy meg tudod csinálni. Na, megvolt a prep talk, megvolt a motivációs szöveg. Nekünk pedig haladnunk kell itt most a... Igen, érdekes pályarészeknél. Wow! Oké, megvagyunk az első checkpointtal. Ez érdekes. Nem is tudsz olyat, hogy rádobbantasz. Ezek a rákok egészségtelnek. Rossz hatással voltak az életpontjaimra. És ez micsoda? Semmi? Jaj, ne! Oké, elszámoltam magam az ugrással, bocsi, elnézést kérek, még egyszer.
Ja, és nem is voltam úgy zenés pálya, amire szerintem mindenki számított, hogy a Britney Spears után majd el fog jönni majd még valamilyen nagy slágeres pályabigyula. Kicsom ott kimaradt a végéről. Bár nem kizárt, hogy még a bónusz pályán az lesz majd ott előttünk. Az elkapott 2/8. Milyen álomgömb lesz itt, ami 2/8-as? Érdekes. Ipre a fináléban lesz zenés vígadás. Ja, amúgy oda illene, igen. Ez egy brutális ágyú. Ezt az egyet már ne adjuk ott. Ott kellett már hagyni. Mindegy. Ez a duplázó. Még ki lesz itt húzva. Aha. És ott van egy álomgömb is. Ide rejtették. Hó! Nem lesz gömböd! Ha-ha-ha-ha! Mondta, és azzal iszonyatosan átvert bennünket Vex. Ez nagyon durva volt. Erre szerintem senki nem számított, hogy így megfordítja. Számítottatok rá? Ez gyönyörű volt tőlem. Egy életünk maradt. Többiek közben remélem, hogy nem aludtak itt be a csilles végigjátszásunkon. Pont a legakciódúsabb pillanatokban. Hogy mehetsz oda át? Lehet, hogy át sem megyek. Lehet, hogy inkább megjátsszuk ezt így. Nyugisba. Aha, ez nem is volt rossz. És most átmehetsz oda? Nem merek! Hát nem, leugrom, hát majom vagyok. Jászusom! Ezt nem tudom, miért csináltam. Ez újrakezdős lesz szerintem. Jó, hát persze, melyik pálya legyen újrakezdős, hogyha nem a legvégső. Legalább most már kiírtottam itt a cuccokat. És akkor lehet, hogy az volt a baj, hogy lentről akartam ráugrani, vagy... Nem szerezhetted volna, meg hékás mondja. És ennek ellenére megszereztem. El fogsz menekülni? Annyira izé? Várjál. Említettem, hogy ez a vidámtalan vidám park. Egy életet adj, kérlek. Nincsen egy életem sem. Az ajtók megsokszorozódtak. Melyiket is választ? Kérdezi. Jó, egy életet találtunk. Menjünk ide erre. Ajaj. A végzet ajtajai? De ezek iszonyatosan agresszor gépek. Wow! Megölnek! Wow! Nem léptél rá respawn pointra? Ja, kiderül. Ott jönnek az életek már, ott jönnek, mindegyik is jön. Hál' Istennek, visszahúztuk magunkat 4 életre. Hát úgy jöttek rám, ha... Igen, igen, igen. Itt van a harmadik? Igen. Melyik ajtóba menjünk be? Amerre éppen mutatom? Nem tudom. Hol vagyunk? Itt az ideje a játéknak. Morálló kerekinek, nézd, hogy pörög, és lásd, hogy mit nyersz. Micsoda szerencse, elképesztően kegyetlen volt és durva. Na majd mindjárt mutatok neked valami elképesztő kegyetlent és durvát, Vex. Hál' Istennek az életeim száma a maxon pörög. Bármit elintézhetek. Aha, úgy látom, hogy itt mindenhol van amúgy respawn point. Érdekes, de a rácsicskító ugrás olyan, mintha nem is lenne itt hatással, semmire sem. Mint hogyha a macskából kiment volna a csicskító ugrás. Szegból még mindig kitart. Pörgessük meg még egyszer a kereket. Ú, ott van valami csillagos ajándékozás is, látod? De ne essünk itt a szélén, hogyha itt egyáltalán le lehet esni. Ne, megütött. Hát kajak megütött. Júj. De ezek a kis izék is, és ilyen babszemjankók, nézd már meg, ilyen babtestű. Ilyen kis izék, ezek nehogy már erősek legyenek. Hát Segboy egy csapásból elhullik.
Azt hittem, hogy durva vagyok, erre kiderült, hogy nulla. Kaptunk egy ajándékot. Sokkal jobb, látod? Micsoda, átvert. Láttátok, hogy megkaptuk az ajándékot és átállította nem is ajándékra. Rohadék ez, mondom nektek. De beleugrottam a tutiba egyből. Felszállt, elgurult egy életpont. Ezt a pörgetést megemlegeted, mondja. Ó, várjál. Hopszi. Micsoda? Szabadság, nyeremény. Hát akkor azt hiszem, hogy... el kell, hogy engedjelek. Ahahaha, nagyon vicci vagy, Vex. Ezek a platformok eltűnnek a lábunk alól. Megvan az 5x8. A checkpoint-tal. Várjál, ez most megy előttem. Most sietni kell. Itt is sietni kell. Az hova lett? Hova lett az? Visszament. Ne már! Ott volt a következő gömböm. Visszarakta az előző platformra. Gyerünk, gyerünk. Ez az, meg vagyunk. Na végre, fényt látok az alagút végén jobban teszed, hogyha elkezdesz futni. Zsáki! Én Móki vagyok, nem Zsáki, te csicska. Jaj, várj, a másik irányba kell szaladni. Szóval jön egy halálvonattal. Halál ez amúgy? Lehet, hogy anál. Azt a mindenit. Ja, keményen megváltoztatja a menetirányt, nem mondom. Azt hiszem, kezdem érezni itt már az ütemet. Oké, okay. És mehet, megvan. Bal, közép, jobb oldal. Oké, okay. Közép, ez nem volt jó. És mi lesz? És mi lesz? Én le kell ugranom? Wow! 7x8, nem találtunk meg egyet? Még nincs vége, Sackboy! Hát de, már vége van, bocsánat, mert itt vagyok, úgyhogy nyomhatom a végét. 874, 3398, milyen pontszámok ezek? Hát arany szintre sikerült kihúzni. Ezek nem tudom, hogy milyen pontszámok, nagyon-nagyon furcsán működnek. Nagyon boldog vagyok. Ez jó volt. Még csak 19-26 van? Igen. Ezt miért mondod óra? Szevasz, Axi, jó estét! Vászon világ középpontjában. Nézzük! 175 arany bigyulával vajon beengednek majd a végső részre? Most megint el kell, hogy verjem Vexet. Ott van bónusz bigyula, de most az nekünk nem kell már. Ez kell, neked befellegzett Vex. Lássuk a végső boss arénáját. Itt is van a képzelet fája. A gyökerei egész vászonvilágon végig futnak, kreativitása és élettel töltik fel. Ő meg csak jön, fogja a gyökerestől, kitépi és a szelebúdi szerkentyűt teszi a helyére. Muszáj, hogy tegyünk valamit ellene. Oké, amíg te... Eleget beszéltél, mondja Vex. Jaj, ne! Ne aggódj, értem, kemény fából faragtak. Tessék, ez mindig szerencsét hozott a harcban. Mit adott oda? Egy vászongránátot? De nem halt meg. Még jól van, csak nem tudom, mi történt vele. Kemény madzakból faragták, igen. Azt kellett volna mondani, hogy kemény fonából faragtak, nem fából. Welcome, Sackboy! This is it. The moment we've all been ez itt a pillanat, amire mind vártunk, mondja Vex, a Vex hóhér. Oda tudok menni és meg tudom ütögetni? Ó, fel lehet pofozni. Az király. Now
Most nálad van, most nincs. Micsoda? Elvette az életeimet? Elvette az életeimet, és vissza kellett őket szerezni. Nem engedhetem, hogy kárba menjen. Micsoda? Fog meg. Szép volt. Mi az, betör a falhoz? Wow. Megint meg fogja változtatni a világot és elveszi az életpontjaidat? Négy életem van, nagy baj nem lehet, gondolom. Így felpofozom, hallani egy pillanat alatt ott vége lesz mindennek. Ez az nagyon helyes. Nagy lelkinek érzi magát és nekünk adja az összes ládáját, ami csak itt van. Gyönyörű dobással! Eddig tök jól állunk. Na most eltűnt, pedig pont megüthettük volna. Hey! Hova menekül? Hadd könnyítsek a terheden? És elvette? De már, elvette az életeimet és... Ó, és el fognak tűnni, ugye? Nem éppen, hogy fel tudtam még őket szedni. Ez szerencse volt azért, hogy még bedobtak minket a pályára épp időben. Megvan. És most csapkodás. Gyönyörű. Hát nincs csak HP-ja. Ez egyszerű, mint az előző. De szerintem nem is ennyi lesz, hanem itt még durvítani fognak valamit. Eddig nagyszerű, az is megvan. Most ütögetjük egy picit. Egy élete marad. Kettő, és tovább. Helyben nem moccannék, azt mondja. Az páfó, barátom. Vége van. Bár azt mondja, hogy még nem végzett velem. Én nem hiszek neki. Négy nyolcamban alig vetted észre, hogy ott van az érettség? Tedd fel egy kicsit magasabbra. Nézzük, mi van az ajtó mögött. Hú, ez szívás lenne amúgy megismételni. Ó, hogy ilyet tud ilyenkor, aha. Wow. Most visszább. Aha. Ez komoly, nem mondom. Még van három életem. Biztos folytatni akarod? Kérdezi. Biztos nem akarsz még meghalni? Nem azért, mert már 85-ször elvertelek. Csak kérdezem. Visszakaptuk az életünket, maxon állunk itt ennél a pontnál. Oké, azt hiszem látom a továbbjutást. Azt szétütötte nekünk, azt hiszem, nem baj. Ebben volt a duplázó? Koncentráljunk. Ez az. Már nem megyünk ki a bal oldalra. Csak próbáljunk a checkpointok felé haladni. De hát amit lesz egy kis lövöldözés. Itt már állom gömböket, nem is ad a játék többé. Lássuk, hova visz. De lépéset figyelem, mondja Vex. Ez nem baj. Át lehetett volna menni egyenesen? Hát ezeket kiveri. Ó, jaj. Minden irányból jönnek a varázskesztyűi. Olyan mondom. Igen, csak agresszívan megtolják ezt a részt. Az jó volt. Igazából nem volt az, de így alakult. Ott a kövi checkpoint, gyerünk. A végső út. Talán ott fog bent várni ránk? Nézd ezt az itt ilyen nagyon mérges szemet. Vagy hát nem tudom. Olyan ez, mintha valakinek az arcába futnánk befelé.
Ennyi volt a harcnak vége, vászonvilágnak is vége, sőt még Sackboynak is vége. Jaj, ne! A Vex hóhér, de őt már legyőztem, nem? És most bombáznom kell rá? Mi fog történni? Aszta! Oké. Okay. Négyszer csinálta? Ha én leszek a főnök, minden nap ünnep lesz, és mindenki ajándékot kap majd. Oké, okay, ez egészen jól jött ki. És most kell ezt felpofozni, ugye? Jó, engem megütött egyszer, de én cserében vagy 8-at rávertem most így. Jobban megérte egy élet, egy fél életet belepocsékolni így. Elvette az életeinket. Dobáljuk egy kicsit. Jó, 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 megérte, oké. Okay. Fél HP alá tettük le, mindössze egy életért. Aha, most nem tudod megbántani, még ott magyaráz. Elvett kettő platformot. Jön a bomba. De ledobta a bombát. Ó, ne. Ilyen kicsit nehezebb azért, hogy a életet kaptunk közben. De bombát azt elvitte onnan. És ezek a platformok, ezek mozognak. Wow. Menő, menő. Amelyik nem tud mozogni, ez a helyén marad. Az a mama lesz szerintem. Ez eltűnt innen. Hogy lesz ez itt megoldva? Itt van középen, nagyon jó. De megint ledobja amúgy. Ó, ne már. Az fájdalmas volt. Eltalált valami ízé. Van állat, ami éppen érkezett. Életeinket visszaszedtük. Megint megvan a 4 darab. Mozgunk tovább, elintézik az összes... Hoppá, megvan! Szevasz! Ó, kicsit elkapott, de nem baj, nem baj. Hogy összecsapott? Tehát így brutális tapsolásnak voltunk itt szemtanúi. Hova dobja? Aha, megint szar helyre dobja, jól van. Aj, már megint neki mentem a tehénnek, hogy nem tudom, minek nevezzem ezt. Azt mondja, hogy most nem lenne a helyemben, de hát mindjárt összeverem a fejét. Én nem lennék a te helyedben, Vex. Ja, meghaltam. Az egy kós, nem az egy tehén, mindenki látja. Hogy lenne már kós, nincs is szarva. 2, 3, 4, 5, 6, hátraugrik, hátraugrik. Gyönyörű, egyetlen egy ütésre vagyunk a győzelemtől. 2 élettel, bár de azért szerintem meg tudjuk csinálni. Ott a bomba, megérkezett, nagyon király. És ott van! Úgy sem tudod a morajlót sokáig visszatartani, Sackboy, amíg léteznek álmok. Addig bizony rémálmok is lesznek. Nézd a kis cica jelmezét. Oh. Legyőztük? Valószínűleg igaza van. De nem aggódom, mondja Skarlát. Mivel te itt vagy, Vászonvilág megtalálta a védelmezőt, amire szükség, akire szüksége volt. Én nem is lehetnék büszkébb, Sackboy. És most? Végre. Megpihenhetek. De nem hagyhatja rám a izét, a világvédelmét. Mi van? Azt mondtam, hogy megpihenhetek. Nem készültem fel még arra, hogy feldobjam a talpamat. Na azért. Szerinted kihagynám a legnagyobb mulatságot? Na helyes. Hát nehogy meghalljon, hát Sackboy nem tud beszélni. Hát nem tudja a következő... nem tudom, az utódját majd így kitanítani. 20 pont hiányzik a 3000-hez. Még nincs volt a király. Szevasz, Banyeg! Jó, hál' Istennek nem 3000-nél van. 3500 kellett volna. Kevesebb szer kellett volna meghalni. És benyomjuk az ultimate örömöt.
Hát nem tudom. Nagyon jó ez az arckifejezés. Nagyon tetszik. Nagyon király. Na várjál, de most akkor ténylegesen győztünk, ugye? Tehát ez most már a játék vége és az end credits, aminek következnie kell. Ez aztán tényleg valami. Fantasmagória újra a régi. És vászonvilág is megint tele van élettel és kreativitással. Mindez pedig neked köszönhető, ami azt jelenti, hogy... Sackboy, rendkívüli bátorságot mutattál, és az összes adódott lehetőséget megragadtad. Mindezért... Fantasmagória kötött lovagjává ütlek. Rengeteg lehetőség lesz még a különböző kalandokra, de most inkább ünnepeljünk. Csatlakozz te is a mulatsághoz. Galaxis megmentője, nagyszerű munka. Mondják a barátaink előzőleg, ugye. A világokban találkozhatunk velük. Világjaikban. Itt is van a történet, hogy Sackboy hogyan vált vászonvilág legújabb védelmezőjévé. Nélküled ez nem történhetett volna meg. Szóval jól figyelj! Valódi hős vagy. Igazi barát. És ne feledd, mindig szívesen fogadunk. Ezt a játékosnak mondták, ez aranyos volt így a végére. A gyerekek ilyenkor totál elhiszik, hogy igazi hősök, és az szerintem egy ilyen tök jó érzés lett. Ez király volt. Tetszett. Sackboy A Big Adventure, egy nagy kaland című játék csatornán 200, szerintem 88. végigjátszása. Egy csodálatos kis játék volt, nagyon tetszett. Nem is tudnék rá olyat mondani, ami úgy ne lett volna ott a helyén benne. Szerintem a zenés pályák voltak a legjobbak egyébként. Tele volt újrajátszhatósággal, és hogyha újra is játszod és kimaxolod a pályákat, akkor is még ott lesz az, hogy még a co-op pályák is ott vannak, tehát amikre csak úgy tudsz bemenni, hogy ketten ültök ott, és úgy nyomjátok együtt. Ha lesz felséges pénzed, egyszer meg is veszed? Most volt a PS Plus-ban ingyen. A múlt havi PS Plus ingyenes játékai között volt. Csodálatos volt, de tényleg. Szóval a zenés pályák voltak a kedvenceim, de a többi pálya is nagyon rendben volt. Talán azt fel tudnám hozni, hogy azért olyan nagy újításokat nem hozott be. A platformer részek azok olyan elemekből építkeztek, amiket már ismerhettünk. Szóval, hogy nem volt benne olyan nagyon új mechanika, végig előző ismert játékok mechanikáit használták fel, volt egy kis kemény Fall Guys-ozás is benne persze, de úgy nagy újdonság nem volt, a jetpack is, a boomerang is, szerintem ezek mind már láthatóak voltak előző játékokban. Viszont így igazság szerint az egészet tekintve nem hagyott bennem ilyen hiányérzetet ez, vagy ilyesmi, mert egy tök jó kis sztori volt mögötte, egy tök aranyos kis karakterünk volt, rengeteg customizálhatóság. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen nagyszerű kis gyerekjáték, így fiataloknak. Nem lehet vele hibázni, annyi, hogy hát azért nem tudom, egy 6-7 éves kor fölött mutassuk meg inkább a gyereknek, mert hogyha annál kisebb, akkor Vex-től azért ott előjöhetnek a rémálmok. De ezen kívül szerintem totál jó kis kaland, és hogyha lenne itthon egy lurkó, biztos, hogy játszana ezt a játékot. Én egy kicsit jobban szeretem a Nintendo platformereit, a Mario játékokat, de ez a játék is szerintem bőven megéri a pénzét, és teljes mértékben beillik azok soraiba. Tehát, hogy van ez olyan jó játék, mint egy Nintendo játék, szerintem teljes mértékben megállja a helyét a platformerek között. Na majd megnézem, Spectrál, szevasz, köszönöm szépen, hogy felraktad nekünk. Akartam így a nagy befejezése között kérdezni, csak vártam hatalmas finálét ebben a játékban, hogy tervezed-e valamelyik új Rito játékot végig játszani, ezek annyira nem érdekelnek téged. Milyen Rito játékok jöttek? Új Riot játékok vannak? Nem is hallottam róluk. Milyen? Borsika, mesélj nekünk erről. Szóval grafikailag tök rendben volt, bár amúgy, ha belegondolsz, akkor talán az Astro's Playroom jutott most eszembe hirtelen, ami ugye a kontrollernek a tech demója is egyben, az egy iszonyatosan király platformer játék. Olyan elemek voltak abban a játékban, hogy egyszerűen
szétdobtad az agyadat, annyira király volt az Astro's Playroom, csak hát az ugye meg rövidke, ilyen párórás kaland, és szerintem abban egy kicsit több ötletesség volt, tehát hogyha ez a játék egy 9-es, akkor az Astro's Playroom lenne a 10-es. Szerintem az, csak hát ott ugye nem nagyon van sztori úgy, vagy nem ilyen kaliberű, mint ennek a Little Big Planetnek a spin-offja, amit hát ugye itt láthatatok most a képernyőn. Nagyon gyors volt a végigjátszás, tehát nagyjából egy ilyen 10-pár óra ráfordításával, szerintem maximum 10-12 óra ráfordításával végig tudod játszani az alapjátékot, úgyhogy össze tudod szedni azokat az államgömböket, amik szükségesek ahhoz, hogy a végső bosshoz is be tud jutni. Nem volt olyan, hogy meg kellett állnunk és szórakoznunk kellett a különböző kihívásokkal, hogy extra államgömböket tudjunk valahogy még kiszedni. Egy kicsit, hogyha figyelmesen haladtunk előre, akkor megkaptuk azt a mennyiséget, amivel be lehetett fejezni a játékot. Nem tudnék kivetni valót találni benne. Csak tényleg ez, hogy még egy picit meg lehetett volna tolni itt a platformerekbe pakolandó kreativitást, vagy hogy mondjam, tehát a platform elemeibe a játéknak kreativitást, a kreatív vonalat, hogy mutassanak valami egy kicsivel többet, kicsit újat, de minden nagyon látványos volt, tök jók voltak a régiók, hogy mindegyik világ különböző volt benne, és a sztoria is király volt, nagyon jó volt az üzenet a végén, úgyhogy nem lehet rosszat mondani tényleg erről a játékról. Ez egy nagyszerű game volt, úgy ahogy van. A Ruined King ott van, most a Silas-es jött be, illetve van Ziggs-es. Terveznek még egy kettő újat. Én nem hallottam ezekről. Még a Ruined Kingről annak idején évekkel ezelőtt volt egy bejelentés. Azt tudom, hogy ilyen Diablo-szerű játékot akartak csinálni, de nem tudom, hogy mi lehet az. Mármint, hogy most ezek kijöttek, és már kint vannak, és játszhatók, fogalmam nincs. Úgyhogy gratulálok a készítő csapatnak, mert szerintem egy marhára jó kis játékot sikerült letenniük az asztalra. Külön öröm volt számomra, hogy úgy sikerült hozzájutni, hogy a PS Plus kínálatába is bekerült, és így nem kellett érte ugye fizetni az előfizetés árán kívül. Nagyon jól éreztem magam a végigjátszás során, úgyhogy csak ajánlani tudom nektek is, tényleg, ha tudjátok, akkor tegyétek rá a mancsotokat, és játszhatok végig, ne hagyjátok ki. A következő játék, amit játszani fogunk ma este, az a Space Marine-nek a befejezése. Egy kis pisi szünetet kérek majd szépen előtte, és akkor utána megyünk is, és nyomatjuk rendesen. Ha mondjuk lehet, hogy egy normál szünetet is tarthatnánk, és akkor táplálkoznék is egy kicsit, csak mert azért, mert már 2 óra 40 perc megy a stream, az azt jelenti, hogy 3 óránként szoktam szünetet tartani, és hogyha belevetjük magunkat itt a durva Space Marine-ezésekbe, akkor viszont hát az el fog tartani még egy ideig. Szia XX, Dani Vok, XX, mi a helyzet, hogy vagy? Hát nem terveztem, Borsika, de ránézhetek, hogyha elküldöd őket privátban, hogy mit, hogyan lehet hozzáférni ezekhez ingyenesen játszható játékokhoz, ha azok, akkor megnézem őket. Ha nem azok, akkor nem érdekelnek annyira. Azért nem, mert Ritónak én nem tömném a zsebeit. Érdekes módon egyébként a Prime annyi skint, meg mindent adogat, meg RP-t is ad, meg ilyeneket, hogy a LoL of Legends-ben szoktam néha egy-egy aramot játszani nagy ritkán, meg inkább TFT-t, azt nagyon szeretem, szóval így is így a Battle Pass-eket ki lehet nyitni a TFT-hez a Prime előfizetésből, úgyhogy én nem szeretném tömni a zsebüket, tehát így is. Szerintem életem során biztos elköltöttem rájuk, hogy 60 ezer forintot. Már mióta kijött, az első 8 szezont azt játszottam. Új sokat is, úgyhogy nekem elég volt. Nem ingyenesek? És még pénzt is kérnek értük, ez igen. Azt hittem, hogy ilyen mikrotranszakciós őrület lesz. No, oké, szóval Space Marine következik hamarosan, még megvárjuk itt a creditsnek a végét, bár nem tudom, hogy itt újra kezdődött a dolog. Már a tesztelők, a globális technológia és egyéb szolgálatok meg, mit tudom én, működnek Mari néni a szomszédboltból. Meséltek közben, hogy nátok mi a helyzet, hogy vagytok, hogy bírjátok a mai estét, tetszette a játék befejezése, számotokra hozta az elvárásokat. Én tényleg nagyon várok majd egy olyan PS5 platformert, mint amilyen az Astro's Playroom volt, tehát hogy olyan szinten kihasználják a kontrollert, a különböző felületeken való haladás, különböző rezgéseket váltson ki, a trigger használat, a minden, ami abban benne volt, és nem tudom. Lehet, hogy az is
vagy még az is lehet, hogy azt még egyszer végig fogjuk játszani valamikor, hogyha kifogynánk a platformerekből, bár most azért bőven el vagyunk látva szerintem ezekből a fajta játékokból is, van még egy-kettő Mariónk is, amiket végig lehet játszani. Azt nem tudom viszont, hogyha végére érünk ezeknek a platformereknek, akkor utána mi lesz velem? Hát én totálisan megőrülök ezekért. Szomorú véget festünk magunk elé azzal, hogy kimaxoltuk a cicás Mariót is például. Az N64-es Mariót mondjuk csak végig játszottuk, de a játékban szerintem ilyen 75 kötőjel 80 csillagot szedtünk össze, az elérhető biztos 130-150-ből, úgyhogy ott azért még abban lehetne nyomulni. Nem rossz kis játék ez, a Crash Bandicoot meg a Rayman megeszi reggelire véleményem szerint. Nem, szerintem a Crash a sokkal egyszerűbb mechanikáit tekintve. Mondjuk az újabb részek már nem biztos, de az első az tutira egyszerűbb, ugye ugrálsz meg pöröksz, ez a kettő elem kb. Az újabb Crashben már azért vannak ilyen időlassítás, idővisszapörgetés, stb. Márióról eszembe jutott, megnéztem a mesét, ami most jött ki. Na és tetszett? A Rayman az meg persze király. Az egy nagyon látványos és nagyon szórakoztató kis játék, de az egy 2D platformer, ez meg egy 3D platformer. Nem tudom, hogy összehasonlítanám. Szerintem mind a kettőnek szerethető főhőse van, mind a kettőnek király kis sztoria van. Tehát nem egy világ megváltó, de aranyos. Gyerekek elé lehet odarakni és jól fognak szórakozni vele. Én szerintem egyenrangú a Rayman ezzel valahogy. Tehát nem tudnám azt mondani, hogy a Rayman az jobb, vagy ez a jobb. Szerintem abszolút nem. Játék élményét tekintve mind a kettő pontosan ugyanazt hozza. Ugyanúgy mennek ezek a címek. Szerintem a Jazz Jackrabbit 2 is jó platformer volt 1991-ben. Ja, csak én nem játszottam vele sosem. Itt most már a japán tesztelő csapat működik, úgyhogy köszönjük Sachiko Nagasawának, hogy leteszteltette a csapatával ezt a csodálatos játszást. Tetszett a Mario film, a szinkron nagyon tetszett, kivitelezés is nagyon jó. Ötlet is a helyén van, azért hozzá kell egy picit ismerni a játékot. Hát igen, igen, mert nagyon sok játékból raktak bele elemeket, és mondtátok például, hogy van olyan rész, ahol Luigi egy sötét helyen zseblámpával mászkál, és akkor ott lehet tudni, hogy na ez a Luigi's Mansion-re akar itt utalás lenni, meg ilyenek. Bowser hangja nagyon tetszett? Eredeti nyelven nézted, vagy szinkron? Ja, szinkronnal, aha. Hát nem tudom, én szerintem nagyon szívesen megnézném mind a kettő nyelven is. Kíváncsi volnék, hogy eredeti nyelvén milyen, ugye. Mondjuk mivel, hogy animációs film, ezért így is úgy is szinkronizálva lesz, csak érted? Hát eredeti nyelv mit jelent ilyen esetben? Lehet, hogy ilyenkor nincs is. Vagy az a japán nyelv lenne az eredeti nyelv, mert hogy Nintendo meg... Hát nem tudom. Biztos nagyon neves színészeket választottak angol nyelven is. Nagyon eltalálták a magyar hangját. Kíváncsi leszek rá. Nagyon is kíváncsi leszek. Itt van most már a Worldwide Studios Információs Technológiai Osztály, Globális Információs Biztonság és mindenki. Szerintem itt amúgy lekérdezték az anyakönyvi, nem tudom milyen hivatalnak, anyakönyvvezető hivatalnak a adatbázisát, és már kiírnak itt mindenkit is. Elképesztően sokan vettek részt ennek a játéknak a létrehozásában. No, most már a San Mateo-i stúdió, ne haragudjon meg, hogy kinyomom, de mennünk kell tovább a ma estében, és nincs idő még tényleg a Marika nint is megvárni ott a lista alján, akinek speciális köszönet szól. Édes rémálmokat, Sackboy, mondja Vex. Ez nagyon gonosz ez a Vex, nem mondom. És még itt is visszatért, pedig szarrá csicskítottuk. Már elnézést, de hát úgy felpofosztam, hogy két rét görnyet. Eldölt, mint a rohadtnád. Le ezt a fás sorozatot nézted végig? Na, örülök neki, hogyha jól szórakoztál. És most... Na hát, megváltozott a főmenü. Hála az égnek, hogy megtaláltalak, valami szörnyű dolog történt. Szelebúrdi szerkentyű ki lett kapcsolva, és szerintem ez annak a mellékhatása. Néhány kószáló maradvány a borajló energiájából elmenekült.
Elszakadt a csodavilágba, és tönkreteszi azt a korábban megvalósított hibátlan tökéletességet. Szerinted tudsz valamit tenni ellene? Tudtam, hogy számíthatok rád. Jó kis mellékletesség lenne a könyvemhez. Aha. Szóval itt jön be a miért ne hagyd abba a játszást, és miért menj tovább egy hatodik világba. Ez már olyan, mint a végigjátszottuk a Kirbyt, és akkor belenyomtak tudod még egy extra világot. És nézd, 275 álomgömböt kell szerezni. Tehát itt azért tényleg ez már a játék kimaxolása. Minden kihívást megcsinálva, mindent összeszedve. Vexi elmezben is lehetsz, wow. Szóval itt aztán tényleg mindent össze kell szedni, gyakorlatilag 100-zal több álomgömbre van szükség ahhoz, hogy szembe bemehessünk az extra pályákokra. Túl sok morajló van itt egy csomóban. Azt jelenti, hogy több álomgömbre lesz szükséget, hogy átjuss rajta. Ez azért sok. Ez azért sok már. Szevasz Folti, igen, befejeztük a játszást. Nagyon szépen köszönöm neked a 19. hónapodat. Nagyon hálás köszönetem a hosszantartó, kitartó támogatásért. És a kedves modnézőknek pedig megköszönöm, hogy megnézték ezt a játékot. Hát azért ezt az iszonyatos 100%-olást már nem tudjuk bevállalni, ennyi időnk nincsen, hiszen nagyon-nagyon sok játék megy még a csatornán ezzel párhuzamban, de hogyha valaki szeretné, mindenféleképpen ajánlom, hogy játssza végig a játékot, hogyha nem is kimaxolni, de egy végigjátszást mindenféleképpen megérdemel, és abban reménykedem, hogyha majd egyszer előveszik a Little Big Planetet, akkor az is lesz ennyire király. Sackboy Big Adventure ezzel csatornán 288. végigjátszott játékává válik, és szerintem a következő majd, amit a PS platformjáról végigjátszunk, mert a konzolról, az a Horizon lesz majd holnap este. Most el is kapcsolok innen, és megyünk szünetelni, utána pedig a Space Marine befejezés következik majd, hát ez kb. 2-2 és fél óra lesz szerintem minden számítva, utána meg majd horrorkodunk még estére. Elmúlt időszakban lemaradtál minden játék végéről. Sajnálom. De legalább vodokon meg tudod nézni. És köszönöm szépen a vodnézőknek, hogy megnézték ezt a végigjátszást. Remélem, hogy nekik is tetszett.